nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Lehet hallani engem a hangszórókon keresztül? Lehet hallani, hátul is. Nem nagyon. Vegyes visszajelzéseket kapok onnan hátulról. Lehet ezen segíteni, Zoli? Majd figyelj, a szájra olvasás. Be van kapcsolva. Picit még lehet rajta. Mi baj van a szavalkáskába, a dedalóra? Semmi. Most jobb a helyzet? Jó, akkor kiabálok is meg. Vagy csak én kiabálok? Nem baj. Jó, szuper. Nagyon-nagyon örülök, hogy ennyien eljöttetek egyúttal elnézést, hogy ennyire zsúfoltál vált a terem, nem számítottunk. Igen, ez a jó, de akik ott hátul állnak, azokat nagyon köszönöm, hogy annak ellenére, hogy kicsit kényelmetlenebb így, de itt vannak és követik velünk ezt a fórumot. Én Orosz Anna vagyok, Újbuda alpolgármestere, és az ellenzék közös egyéni jelöltjeit az országgyűlési választáson. És azért tartjuk ma ezt a fórumot, hogy beszélgessünk arról, hogy mik a terveink április 3 után, mik a terveink kormányváltás esetén, hogyan szeretnénk mind Újbudát, mind Magyarországot egy jobb helyé tenni. Ebben a beszélgetésben segítségemre lesznek vendégeim, akik jó sokan vannak itt mögöttem, illetve mellettem. Dr. László Imre polgármester úr. Igen, polgármester úr. Bakai Nagy Zita, alpolgármester. Barabás Juhád, alpolgármester. Kinti György, alpolgármester. Köszönjük a termet is. Szívesen. Kellett volt képviselő. Tóth Endre, aki Budapest 18-as választókörzetének jelöltem, és Boda Kálmán az MMM Dél-Buda képviseletében. Nagyon köszönöm nektek, hogy elfogadtátok a meghívást erre a délutánra, önöknek pedig, hogy eljöttek. Mielőtt elkezdjük a beszélgetést, egy picit mesélnék magamról és az elmúlt évek munkájáról, amelyet önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként együtt ezzel a városvezetéssel folytattam. Én 2013-ban költöztem haza Berlinből, ahol az egyetemi tanulmányaimat folytattam, és akkor rögtön Lágymányosra költöztem, és nem csak ott éltem, hanem ott is dolgoztam, ahol egy pici közgazdasági elemző intézetnél kezdtem meg a pályafutásomat, és ez is Lágymányoson volt, sőt igazából a Gellért-hegyen a Mészői utcában, úgyhogy nagyjából az első éveimet az egyetem után én egy ilyen állandó lágymányosi atmoszférában töltöttem. Utána pedig 2016-ban léptem be az akkor még föld alatti mozgalomként működő Momentum mozgalomba. És igazából erről is mondok egy mondatot, mert ugye én akkor az oktatáspolitikai munkacsoportban dolgoztam, ahol nagy ívű terveink voltak arról, hogy hogyan lesznek az iskoláink Magyarországon olyan iskolák, ahol a gyerekek nem csak írni, olvasni, számolni tanulnak meg, hanem ne adj Isten boldogulni és boldognak lenni is. És ezek a beszélgetések is egyébként a 14. kerületben folytak a Ballagi Mór utcában. Úgyhogy engem az elmúlt évtizedből, meg egyébként a születésem utáni évekből is csupa-csupa jó emlék köt ehhez a kerülethez. 2019 volt azonban az az időpont, amikor már a munkámnak és az érdeklődésemnek is a középpontjában Újbuda állt, amikor is a lágymányosi ellenzéki képviselő, önkormányzati képviselő jelöltként indultam el az önkormányzati választáson, amelyet sikerült megnyernem, és amelyet sikerült az ellenzéknek nagyon nagy arányban megnyernie, és amióta az ellenzék vezeti Újbuda önkormányzatát. Túlzás nélkül mondhatom, hogy a napom 24 óráját Újbuda ügyei töltik ki, és az az igazság, hogy ez nagyon izgalmas, és egy nagyon-nagyon felemelő feladat is egyben.
Én azért indultam el országgyűlési képviselőnek, mert látom azt, hogy jelenleg Új-Budának gyakorlatilag nincsen érdemi képviselete a parlamenti, a törvényhozatali szinten. Ugye biztosan tudják, hogy jelenleg Simicskó István, Fidesz-KDNP-s képviselője van Új-Budának, aki hát valami keveset tett ezért a körzetért az elmúlt 12 évben. Nem vagyunk elégedettek a munkájával, nem érezzük úgy, hogy meghallja a hangunkat, nem érezzük úgy, hogy érdemben tenne a mindennapjainkért, és ezért nagyon fontosnak tartom, hogy egy új, kérlelhetetlen és hiteles vezetése és képviselete legyen Új-Budának a parlamentben, és nagyon remélem, hogy én ezzel a megbízatással fel is fogok érni, és mindent megteszek azért, hogy a lehető legjobb képviseletet biztosítsam Új-Budának a parlamentből április 3-a után. Amióta a kerület nem csak lakó, hanem munkahelyem és az érdeklődésem és minden szabadidőmnek is a tárgya is, azóta rengeteg beszélgetést folytattam az újbudaiakkal, az önkormányzat falain belül fogadó órákon, a piacon, vagy szimplán csak az utcán sétálva, hogy megállítottak egy-egy rövid beszélgetésre. És azt tapasztaltam, hogy az élet minden területén nagyon komoly problémái vannak az embereknek. Én azt szoktam mondani, hogy az iskola, kórház, munkahely, a zöld területek, azok a területei a mindennapi életünknek, amelyek meghatározzák azt, hogy hogyan kerülünk fel hétfőn, hogyan megyünk el munkába, hogyan visszük el a gyereket iskolába, óvodába, aztán pénteken hogyan kezdjük meg a hétvégénket, hogyan vásárolunk a piacon. Ezek azok a kérdések, amelyek valójában a politika középpontjában kellene, hogy álljanak, és beszélgetve önökkel, beszélgetve az újbudaiakkal, azt látom, hogy csak csupán ezek azok a területek, amelyet a Fidesz elképesztően elhanyagolt. Meg sem tudom számolni, hogy hány olyan pedagógussal, iskolaigazgatóval beszéltem, akinek láttam a szemében azt, hogy mindent megtenne a jövő generációért, akinek szenvedélye, hivatása a pedagógus szakma, de minden egyes nap azzal szembesül, hogy a kormány, az állam gyakorlatilag csak akadályozni tudja őt a munkájában, nem adja meg a megfelelő anyagi és szakmai támogatást a munkájához, nem hallgatja meg őket, amikor éppen sztrájkolnak, egy szóval gyakorlatilag semmibe veszi a pedagógus szakmát. Ugyanezt hallom a diákok oldaláról is, akik hála Istennek szolidárisak a pedagógusokkal, és akik szintén egyetértenek abban, hogy vissza kellene adni a pedagógus szakma megbecsülését, és egy sokkal korszerűbb iskolarendszert kellene kialakítani Magyarországon. Ugyanez a helyzet az egészségügy terén. Nemrég a Bikás partnál jött oda hozzám egy hölgy, aki szürke hályog műtétre vár, idestova 3/4 évbe. Szürke hályog műtétre 3/4 évet kell várnia itt a fővárosban egy nyugdíjas asszonynak. Egyébként országosan ezek a várólisták a legutóbbi adataink szerint 2 évesek. 2 évet kell várni átlagosan az országban egy szürke hályog műtétre, és valójában már nem is tudjuk, hogy mennyit kell várni, mert a kormánynak az volt a megoldása erre a problémára, hogy a várólistákat most már nem teszi elő, leszette egyszerűen a honlapokról, nem lehet tudni ezeket a statisztikákat. Ez az ő megoldása a mi húsba vágó problémáinkra. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 2,5 évben, 2019 óta, a novembere óta, amióta mi ezt az önkormányzatot vezetjük, rengeteget tettünk azért, hogy annak ellenére, hogy óriási ellenszélben dolgozunk, és ezt most nem panaszkodásban mondom, hanem azért, hogy kihangsúlyozom azt, hogy miért elképesztően fontos, hogy mindannyian eljöjjenek április 3-án és a változásra szavazzanak. Szóval, hogy óriási ellenszélben, úgyhogy a kormány lépdennyomon vágta alattunk a fát, elvette a pénzt nem az önkormányzatoktól, hanem az emberektől, akik az adót befizetik pusztán azért, mert ellenzéki vezetőket, ellenzéki önkormányzati politikusokat mertek választani 2019. novemberében. Szóval minden viszontagság ellenére én azt gondolom, hogy meg tudtuk mutatni azt a más, azt az új, azt a korszerű, azt a zöld, azt az európai szemléletet, amelyet az ellenzék képvisel. Mindent megtettünk azért, hogy visszaszorítsuk azokat az építkezéseket, amelyeket egyébként a Fidesz indított el még az előző ciklusban, vagy azokat az építkezéseket, amelyekre egyébként a kormányhivatal adott engedélyt, és amelyben az önkormányzatoknak egyre kevesebb beleszólása van. Számos jó példa van erre,
kezdve a Buda Gardenstől, ahol ami a Feneketentó mellett van, biztosan ismerik a területet, ahol 40%-kal csökkentettük a beépítést, vagy ott van például a metronom beruházása a Budafoki út mentén, ahol egy lakóparkot építenek, viszont felépítenek mellé egy kétcsoportos önkormányzati óvodát is, amit kulcsra készen fognak tulajdonba adni az önkormányzatnak, illetve a kisgyerekeknek, akik elfoglalhatják majd ezt az óvodát egy két éven belül. Szeretném hinni, hogy megmutattuk azt, hogy nyitottak vagyunk a párbeszédre. Itt van Schuster András, akivel nagyon sokat beszélgettünk az elmúlt időszakban. Néha fűtöttebben, néha nyugodtabban, de azt gondolom, hogy afelől nem lehet kétség, hogy nyitottak vagyunk a civileknek a kéréseire, a kérdéseire, a kritikáira. Ha kell, tudunk korrigálni, és mi nem félünk belátni azt, hogyha egy adott kérdésben nem feltétlenül jól döntöttünk az első pillanatban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy hamarosan most már tényleg önöknél fog pattogni a labda, és április 3-án csak önökön fog múlni azt, hogy merre megy Új Buda, és merre megy tovább Magyarország, mi lesz a hazánk sorsa. Úgyhogy én nagyon szépen kérem önöket, hogy a felmaradó napokban beszélgessenek minél többet barátaikkal, rokonaikkal, szomszédaikkal arról, hogy igenis fontos elmenni szavazni. Mi minden nap járjuk a kerületet a csapatommal, az aktivistáimmal, akiknek nem győzök elég hálás lenni, és még mindig rengeteg olyan emberrel találkozunk, aki még nem döntött el, hogy kire szavaz, vagy hogy egyáltalán szavazzon-e. Úgyhogy igenis megéri kinyitni az ajtókat, felhívni a telefonszámokat, ráírni Facebookon az ismerőseinkre, és elmondani nekik azt, hogy önök szerint miért fontos elmenni, és az ellenzékre szavazni április 3-án. De hogy visszatereljem a szót a délutánunknak a témájára, én most átadom a szót dr. László Imre polgármester úrnak, aki egy rövid bevezetőt fog tartani arról, hogy hogyan is képzeljük el Új Buda jövőjét, amelyet fókusszal az egészségügyre 2022. április 3-a után. Engem megtámadtak azzal, hogy én nem kívánom
ezt a kórházat, sőt, föllépe kellene. Nem. Azt mondtam, hogy szükség van egy korszerű kórházra ebben a régióba, de miért nem a Szent Imre kórházat a továbbfejlesztésével? És itt egy sor kérdést föl tudok tenni. Miért kellett, hogyha én ott a dobogón föl akarom építeni azt a kórházat, ugye ami közösségi közlekedéssel meglehetősen, hát hogy mondjam, nehéz lesz megközelíteni, mert nagyon komoly pénzt kell ráfordítani, amit Tézi Dávid elmondta, egyeztettem vele, hogy a metrót odavinni nem lehet, mert olyan ívbe kellene kanyarodni a sínpárnak, amire technikailag nincs lehetőség. Tehát, hogyha tovább is megy a 4-es metró, mert az a célunk, hogy eredetileg ugye meddig volt a virágpiac, de már nem lehet kihagyni Gazdagrét, Madárhegy, ezeket a területeket sem. Ha normálisan gondolkodunk, akkor mindig a szükséglethez kell igazítani a terveinket, és nem leredukálni olyan mértékben, hogy egy belvárosi 4-es metrót csináltunk egyébként Kelenföld és a keleti pályaudvar között. Tehát visszatérve, én azt mondtam, hogy a Szent Imre kórházat kell továbbfejleszteni, hiszen közösségi közlekedéssel elérhető, ismert helyen van. Mindenki tudja, hogy a Szent Imre kórház hol van. Legfeljebb egy zavar lehet, hogy Tétényi úti kórházként emlegetik, de egy biztos, hogy mindenki tudja, hogy az a gyógyító objektum hol helyezkedik el. Azt kell mondanom, hogy most már nem tudom, hogy csillagokban jár, lassan már a 300 milliárd forintot fogja közelíteni a dobogón létesítendő kórháznak a nekünk elmondott összege, amivel kerülni fog. Ebből ragyogóan rendbe lehetne hozni a budai oldalnak az egészségügyi ellátását, mert azért valljuk meg őszintén, a János kórház sem a mai követelmények szerint működik. Olyan épületekben, amit én inkább szívesen látnék múzeumnak, mint sem gyógyító szintérnek. Tehát lenne feladat. Az egészségügyi, akkor egy kicsikét menjünk a saját berkeinken közelebb, tehát ide vonjuk, amit csinálnunk kell. Rendkívül komoly feladat az alapellátás megerősítése. Ugye én kórházigazgató voltam, és sokszor, amikor a sajtó kérdezi tőlem, hogy és ugye hát van alapellátás, van járóbeteg szakellátás, van fekvőbeteg gyógyintézet, tehát kórházi ellátás. Én szerintem melyik a legfontosabb? Nem a kórház, az alapellátás és a mentőszolgálat. Ha ők nem dolgoznak rendesen, ha ott időben nem ismerik fel a betegséget, és a beteget időben nem viszik kórházba, akkor a kórházban már kapálózhatnak. Nagyon sokszor elkésve érkezik oda a beteg, és végeredményben érdemleges munkát végezni borzasztóan nehéz. Na most, ha azt nézzük, hogy az alapellátás hogy áll, akkor az országosan megállapítható több mint 600 házi orvosi praxis föltöltetlen. Ehhez több mint 200 fogorvosi praxis hasonlóképpen. Tehát bebizonyította az élet, hogy a jelen körülmények között, a jelenlegi finanszírozási rendszerben ezek nem életképesek. És hogyha azt nézzük meg, hogy mennyi az átlag életkora a házi orvosoknak, akkor lehetünk igazán szomorúak, mert 60 év körül van a felnőtt házi orvosoké, és a gyermek házi orvosoké pedig lassan eléri a 70 évet. Ez normális? Ez sem semmiképpen nem normális. Tehát ide kellene, és nekünk az a tervünk, ezen dolgoztunk, hogy mit tudunk tenni annak érdekére, hogy a kerületbe ezt a borzasztóan fontos ellátási formát stabilizáljuk. Különböző juttatásokkal, letelepedés segítésével, egyetemisták ösztöndíj szerződés kötésével. Próbáljuk egyébként segíteni, hogy valóban azt a jelen pillanatban, szerintem ennél több, azt a 152 ezer embert, amely a 11. kerületet jelenti, azt egy biztonságos helyzetbe tudjuk
Tehát ilyen terveink vannak. A másik, ami ugyancsak Anna részéről elhangzott, és nagyon fontos, ez a gyermekegészségügyi központ. De rögtön hadd tegyem hozzá, többről van szó. Többről van szó. Mi a gyermek szakellátásnál nem csak a 11. kerületet látjuk el, hanem a 22-et, ellátjuk Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Biatorbágy, tehát a agglomerációból egy egészen komoly konglomerátum az, ez több mint 40 ezer gyermeknek az ellátási kötelezettsége, ami arra a szakrendelőre a járóbeteg ellátás keretében hárul. Most épül, az sem volt egyszerű mutatvány, hogy hozzá a forrásokat megteremtve. Mert amire az állam kötelességet vállal, abból megpróbál kifarolni. Én pedig elmondtam a tévébe, hogy én meg kiteszek egy molinót a félig kész épületre. Tudják, ott az Allénál az a régi szakközépiskola, ami átalakításra kerül, ami a gyermekegészségügyi központ, és még egy másik funkciója is lesz, és azt is elmondom. Én molinót ki fogok tenni rájön. A Fidesz kormány számára ma már a gyermekek egészsége sem fontos. Minden fontosabb. Az az 1,2 milliárd forint, amit ők vállaltak, nem kívánták egyébként eljuttatni. Most az, ami a fővárostól kapunk, talán emlékeznek rá, 50 milliárd forint az atlétikai VB szervezésével kapcsolatosan. Évenként 10-10 milliárdot adnak, hogy a főváros hozzájárult, hogy valóban az atlétikai VB Budapesten megszervezésre kerülhessen. Ebből is kapunk tavaly 2021-re, persze nem tudom, hogy mikor küldték meg a pénzt. A két ünnep között decemberben. Az, ami 2021-re vonatkozott. Szóval a komolytalanságoknak és a munka akadályozásának a sorozata, amit még szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, és ezt a részt befejezném, hogy egynapos sebészet is lesz. Megint csak történt utalás Anna részéről, és hadd mondjak egy, ez már abszolút szakma, de ezt pillantok alatt meg fogják érteni. Nem kell operálni, tehát nem kell műtőasztal mellé állni. A pandémia időszakában az intenzív ellátásra kevés orvos van. Tehát átcsoportosítottak a különböző szakterületekről orvosokat. Olyan orvosokat, orvgégészeket, szemészeket, teljesen mindegy, hogy melyik szakmába dolgozott, de nem intenzív anesteziológus és intenzív szakorvos, aki nem ért az intenzív ellátáshoz. Mit tetszene gondolni, miért ennyire magas a lélegeztetőgépre kapcsoltak halálozási arány? Mert nincs szakorvos, aki azt tudja működtetni és megfelelően a beteget ellátni. Ezért van ez a kiugró magas halálozási arány. Na most hadd tegyem hozzá azt, hogy azt mondták, hogy rendben, hogy ez a szakma anesteziológia intenzív terápia, vagyis ez a szakorvos altat a műtőbe, és ez a szakorvos dolgozik az intenzív egységbe, ahol életmentő beavatkozásokat kell csinálni. Ez egy szakma. Tehát nem operálnak, hanem az intenzív ellátás pedig. Nektek ezért függesztették föl a műtéteket. Hadd súgjam meg. Szürkehályok műtétek. Nem kell anesteziológus. Azt lokálban csinálják. Tehát egyszerűen érthetetlen, hogy miért a szürkehályok műtétek 17 ezer, most lassan 20 ezer lesz, akik műtétre várnak. Hogy miért ennek a szakmának blokkolták a működését, amikor anesteziológus nem kell, szemész, szakorvos, lokál érzésteremítésbe csinálja ezeket a beavatkozásokat. Na, ezt fogjuk csinálni, mert nem csak gyermekegészségügyi központ épül, hanem annak a főső szintje egynapos sebészet lesz. Tehát megvalósítjuk a poliklinikai jellegét ennek a egységnek, így ennek megfelelően korszerű, mert ma már korszerű, akkor mondható egy járóbeteg szakellátás, ha alkalmas az egynapos beavatkozások elvégzésére. Hát tetszenek tudni, hogy ma már gyakorlatilag arról van szó, hogy epehúlja a műtét, bemegy az illető, és akkor este megkérdezik tőle, hogy nem akar haza menni.
Régen két hétig bent tartották, mert hát emlékezetes nagymetszésből csinálták meg egyébként azt a beavatkozást. Na ez szűken, de ez csak azért, mert az Anna szigorú, kőkemény lány. Ezt higgyék el nekem, volt nekem szenvedésem, nem kevés vele, mert hihetetlenül kiáll kőkeményen, amellett, amit szeretne, vagy amit meg kell csinálni. Tehát gyakorlatilag én azt tudom mondani, hogy nagyon jó választás. Fiatal, okos, energikus, és pontosan tudja azt, hogy nekünk valamennyiünk érdekében mit kell csinálni. Néhány olyan dolgot hadd említsek még itt az önkormányzattal kapcsolatosan, hogy ugye úgy tartjuk, ez egy csodál, tényleg főváros legszebb kerülete. Lehet vitatkozni velem, egyébként nem fogok megtörni. Akkor is a 11. kerület, Újbuda, a főváros legszebb kerület, minden van benne. Folyó, hegy, zöld terület, minden. Egyébként csak csendbe jegyzem meg, azért ezt ne felejtsük. Jelenleg a kerület 52%-a az zöld. Mert azért hát hegyek is vannak oda, azért mégsem minden. Tehát vigyázni kell itt az arányoknak a megtartásával, és azért, hogy valóban ez úgy is maradjon. Újbuda 21 városrészből áll. Ugye ezt tetszene tudni. Na de, hát, miért ül a Duna partján? Ott a Moltoron környékén? Azt tetszene tudni, hogy ott 25 ezer munkahely létesül? Ezen kívül 3 ezer lakást adnak át? Az egy gyöngyös szekszárd nagyságú város lesz. Az lesz a 22. A Tóváros, ahol most ugye az Atenor kezdő meg, és ahol, ezt nem mondta Anna, de ott is nagyon kemény alkuba voltunk, mert ugye azt a banktól, az Erztétől vásárolták, meg az Erztétől még annak idején a Demjántól. Tetszenek ismerni a történetét annak a területnek. 1324 lakást akartak fölé. Azt mondtuk, hogy ez a terület nem bírja el ezt a nyomást. Ezt nem lehet megtenni. Lealkuttunk, Anna volt ennek a motorja, mert ő volt a városfejlesztésért felelős alpolgármester, aki ezekkel a beruházókkal kőkemény harcot folytatott. Ezt levittük 900-ra. És amellett a tórendbetétele, futópálya, óvoda, bölcső, de ezt már mondta, ott is megvalósul, ott is létrejön, és egy bevásárló központ, az a 23. városrész lesz. Szóval egy hihetetlen dinamikus fejlődés előtt álló kerületről beszélünk, ami kedvenc helye az ide települőknek, hiszen ezt tudjuk, ezt nagyon sok ilyen dolgot átvettük. És még egyetlen egy dolgot hadd mondjak, kiszkálja a csőrömet. Ugye én orvosként arra szocializálódtam, hogy segítsek. És nem arra szocializálódtam, hogy hazugságokat gyártsak. Kelenföldi városközpont. Főváros kezdeményezte a területnek az eladását. Az övék, annak a nagy része, mindössze 20%-a mi, ahol a Burger King áll. Egyedül az a 11. kerület tulajdon. Azt mondták, hogy mindenképpen el akarják adni. Mondtuk, hogy rendben van, akkor mi oda csatlakozunk, de bármi nem épülhet. Tehát nem egyszerűen arról van szó, hogy eladjuk, és az veszi meg egyébként, aki a legtöbbet fizet, hanem ennek a eladásnak egy második fázisa, amit be kell adni, hogy mutassák be, hogy azon a területen mit kívánnak fölépíteni. És mi megszereztük a vétójogot a fővárossal szembe, hogy amennyiben számunkra nem megfelelő az a beruházás, amit oda terveznek, akkor blokkoljuk az eladás folyamatát. Ez ment végig. Bocsánat, ugye itt van a civilek egyik képviselője. Elkezdték hülyíteni az embereket. De olyan mértékben és olyan intenzitással, és most tessenek megnézni, kint vannak plakátok, megmentik a kelenföldi városközpont. Kitől? Saját maguktól? Mert tőlünk nem kell megmenteni. Mi azt
mindenképpen úgy szeretnénk megtenni, mert azt is hadd tegyem még hozzá, hogy amikor kiderült, hogy a főváros nem, vagy nem megfelelően tárgyalt az ott élők, már amiből élnek, tehát akik ott dolgoznak, akik a szolgáltatásokat nyújtják, akkor mi ültünk le a civilekkel, és felszólítottam a fővárost, hogy szíveskedjen helyre tenni ezt a dolgot. Az ők kötelességük, hiszen ők állnak szerződéses jogviszonyba az ott szolgáltatók nyújtókkal. No, maradjunk annyiba, hogy mi, ez a csapat, és ezt nagyon őszintén mondom önöknek, ez valóban egy irányba van elkötelezve, hogy ez a kerület fejlődjön, hogy ez a kerület több legyen, hogy ki tudjuk aknázni azokat a lehetőségeket, ami az emberek érdekét szolgálja. És ezért kell ez a lány. De nagyon. Ezért kell. Én a parlamentben parlamenti képviselőként dolgoztam együtt a Simicskó Istvánnal. Egyetlen egyszer nem hallottam felszólalni a 11. kerület érdekében. Másfél évig voltam képviselő, utána jöttem ide polgármesternek. Én a másfél év alatt 50-szer, pontosan 50-szer vissza lehet követni, szólaltam föl a parlamentbe, a kerület érdekébe, az egészségügyi ellátás érdekébe, ami alapvetően feladatom, hát nem azért küldtek oda? Egyszer se hallottam. Amikor mi elindítottuk, hogy a Hamzsa végi zöld terület legyen, mert az egy út volt még a tervekbe, és a parlamentbe törvényt kellett módosítani, hogy valóban ezt átvezessék, akkor ő kiposztolta azt, hogy ő föllépett a kerület érdekébe, és a parlamentbe, ugye ezt a dolgot hát ő maximálisan támogatta. Mi indítottuk rá, nem ő. Nem ő. Hányszor volt egyébként a Gazdagréten az uszoda alapkövének a letétele? Tetszenek emlékezni rá? Kétszer volt úgy letéve, hogy harmadjára keresték, hogy hol van a két alapkő. Nem viccelek, talán komoly, nem találták meg. Nem tudták megmondani, hogy ők hova rakták le. És aztán, amikor átadták, akkor én történetesen nem voltam ide, az a szabadságon voltam. A polgármester asszonyt, aki az átadásra oda ment, nem engedték be. Ez kell ennek a országnak? A gyűlöletkeltés? Ez kell egyébként, hogy kisajátítunk dolgokat? Mert ha ez kell, akkor gyakorlatilag ennek nagyon rossz vége lesz. És ezt szeretnénk megszüntetni. Szolgálni tisztességgel, és csinálni az, ami a vállalt kötelességünk. Úgyhogy én nagyon minden jót kívánok Annának, és maximálisan a mi részünkről megteszünk mindent annak érdekében, hogy ő április 3-án éjfélkor úgy érezhesse a százalékok arányában, hogy elérte ezt a célját, és szolgálhatja tovább ezt a kerületet. Köszönöm a figyelmet! Sokat foglalkozik azoknak az embereknek a segítésével, akik kiszolgáltatottak, akik akár anyagi, akár egészségügyi, akár idős korukban kifolyólag támogatásra szorulnak, és
És én tudom, hogy ez egy nagyon nehéz feladat, különösen azért, mert a kormány sajnos borzasztóan kevés támogatást nyújt a kiszolgáltatott embereknek, sőt ugye 1001 tanulmány fogalmazta már meg azt, hogy egy perverz újraelosztási rendszer van, ami gyakorlatilag a felső 1-2 jövedelmi tizednek oszt el rengeteg támogatást, és a szegényebb embereket, a kisnyugdíjasokat, az egyszülős családokat viszont nagyon-nagyon kismértékben támogatja csak. Te mit gondolsz, hogyan lehet ellensúlyozni ezt a nagyon gyenge állami szerepvállalást, és mire számítasz az új kormánytól, hogy hogyan tudunk egy sokkal igazságosabb rendszert megteremteni április 3 után? Én is üdvözlök mindenkit. Az, hogy ellensúlyozni az állami szerepvállalást, az nagyon nehéz, hiszen a források teljesen mások. Más számokról beszélünk, más száma az, amit egy önkormányzat elkölthet szociális területre, míg más, amit az állam ráfordíthat, vagy ráfordíthatna az ő belátásai szerint, és az ő priorizálása szerint. Sajnos a mostani kormány az nem igazán, vagy igazából nem is fordít arra kellő figyelmet, hogy a rászorulóknak kellő támogatást adjon. Hiszen láttuk azokat a felső tízezer támogatását, akiknél el is indult például az a folyamat, hogy az SZIA visszatérítést megkapta, de ők inkább tovább utalták azoknak a szervezeteknek, akik azzal foglalkoznak, hogy a rászorultakat támogassák. Ebből a szempontból nekünk ezt kellene valahogy ellensúlyozni a kevés forrásainkkal, vagy az államhoz képest sokkal kevesebb forrásainkkal. Ja, mi kialakítottunk és folytattuk azt a támogatási rendszert, amiben akár a lakhatást támogatjuk. Támogatjuk az ápolási feladatokat ellátó szülőket is. Ugye ma az ápolási segély az nagyon alacsony. Tehát ugye egyrészt is a Márki-Zay kormányban, programjában is szerepel, hogy az ápolási díjat felemeljük. Tehát szerintem mindenképpen kell segíteni azt, aki vállalja, hogy otthon a beteg családtagját ápolja. Ugyanolyan feladat és ugyanolyan munka, vagyis inkább szerintem sokkal nehezebb egy gondozásra, egy felelősség teljesen úgy odafigyelni, hogy minden igényt kielégítsünk, ami a beteg társunknak, beteg családtagunknak egyébként szükséges. Ugye ez fontos, hogy a kormány tényleg kellő figyelmet, az új kormány kellő figyelmet fordítson a szociálisan rászorultakra, de az is nagyon fontos, hogy az idős ellátásban nem csak a szociális egészségügyi részre figyeljünk, hanem arra is, hogy aktív időskort tudjunk biztosítani. Amikor elmegyünk nyugdíjba, elmegy egy aktív élet után nyugdíjba valaki, akkor sokan nem azt szeretnék, hogy egyből leüljenek tévé elé és nézik a sorozatokat, hanem aktívan szeretnének még közreműködni a közéletben, segítve egyébként alapítványokat, önkéntes munkát végezve, tehát hogy még a társadalom életébe részt akar venni. Szerintem ezeket a folyamatokat is egyébként támogatni kell, és akár úgy, hogy önkormányzatok ilyen programjait elindítani, támogatni. Ebből a szempontból nekünk ez is egy ilyen kiemelkedő fontosságú lehet. A másik pedig hogy fiatalabb irányba induljak, a bérlakás program. Tehát az, hogy bérlakás építési program elinduljon, támogassák, az szerintem ugyanolyan alap, és benne van is a kormányprogramban, a leendő kormányprogramjában, hogy bérlakás építés el tudjon indulni állami szerepvállalással, hiszen látjuk gazdag réteg, szerintem nagyon sokan vagyunk arról a környékről itt, akik pontosan tudják, hogy akkor ott elindult a gazdag rét fejlődése, megépültek ezek a házak, de úgy, hogy volt humán infrastruktúra is. Építettek bölcsödét, építettek obodát, építettek iskolát, tehát egy komplex rendszert építettek fel. Tehát ezekre szerintem figyelni kell, hiszen most egyébként Új-Buda ugyanúgy szenved a humán infrastruktúra hiányától, mert van a betelepülések, vannak betelepülések, építkezések, de nincs meg a humán infrastruktúra. Tehát ezt szerintem rendszerbe kell gondolkodni, és rendszerbe kell fejleszteni. Egyébként az ellenzék közös programjában nagyon-nagyon sok szó esik arról, hogy milyen módon fogja az új kormány támogatni azokat a rétegeket, akik gyakorlatilag teljesen figyelem nélkül maradtak az elmúlt 12 évben az Orbán kormány által, és nagyon-nagyon sok intézkedés van, és ahogy te is mondod, ez egy komplex rendszer, tényleg a bérlakásépítéstől kezdve. És itt egy fél mondatot beszúrnék, hogy ugye itt Új-Budán mi látjuk, hogy,
hogy az, hogy új lakások épülnek, az, hogy rengeteg lakópark van, az nem jelenti automatikusan azt, hogy az ingatlan árak lemennek. Tehát, hogy ezekben az új lakóparkokban csillagászati négyzetméter árak vannak, amiket pont azok biztos, hogy nem engedhetnek meg maguknak, akik a leginkább rászorulnának. És nyilván az önkormányzat részéről mi nagyon sokat tettünk és teszünk azért, hogy támogassuk az óvodáinkban dolgozó pedagógusokat, a szociális intézményeinkben dolgozókat, hogy legyen lakhatásuk, ami az egyik legsúlyosabb problémává kezdi kinőni magát, de erre valóban állami megoldásra van szükség. A másik fontos aspektus, amit még kiemelnék itt az országos politika szintjén, hogy rengeteg nagycsaládosok által igénybe vehető támogatása van a Fidesz kormánynak, ami sajnos nem érvényes mondjuk az egyszülős családokra, vagy nem érvényes a fiatalokra, akik még mondjuk nem házasodtak meg. Mi azt szeretnénk, hogy ezeket a támogatásokat terjesztjük ki ezekre a csoportokra is, mert mi is nagyon fontos célnak tartjuk egyébként azt, hogy szülessen meg minél több gyerek, viszont azt is pontosan tudjuk, hogy nem a második, harmadik gyerek megszületése a problémás, hanem sokszor az első. Mert az a döntés, hogy egy fiatal pár gyereket vállaljon, az sokszor olyan mértékű anyagi akadályokba ütközik, hogy ezért halogatják sokáig a gyerekvállalást, ezért nem mernek sokszor belevágni a családalapítási terveikbe, és ezért nagyon fontos, hogy ezeket a rétegeket is támogassa egy új kormány. És aztán persze vannak azok, akik ténylegesen anyagi szempontból vannak rendkívül kiszolgáltatott helyzetben, nekik fontos az, hogy az álláskeresési járadékot végre 3 hónapra, 9-re hosszabbítsuk, vagy hogy a családi pótlékot felemeljük, amit 12 éve gyakorlatilag változatlan, és rendkívül sok szociális támogatásnak az alapját képezik. Bocsánat, csak még az, hogy a fiatalok rá tudjanak indulni a kerületünkben, nem tudom, hogy mennyien tudják, van egy fecskeház programunk. Tehát direkt azoknak a fiataloknak, egyébként nem mi kezdtük el, tehát azért az hozzátartozik, hogy ez egy felépített állami támogatásra, önkormányzati támogatásra felépített program, amiben a fecskeház programnak nevezzük, 35 év alatti fiatal párokat várunk, 2-5 éves pályázatra, igazából el tudják indítani az életüket, egy kedvezményes bérleti díjért fel tudják építeni, persze elvárásunk, hogy ők takarékosságot vállaljanak, és ezáltal ők majd el tudnak indulni utána az életben, itt egy biztos lakhatás után. Tehát, hogy ebben az élet kezdetét megpróbáljuk támogatni, és egyébként erre nagyon nagy igény van, hiszen azért fejlődő kerületként egyre több fiatal jön ide, vidékről jönnek ide, akik egyébként megpróbálják elkezdeni az életüket, de épp ahogy a lakásárak nem mennek le, az albérletárak sem mennek le. Tehát nagyobb, egy albérlet megfizetésen sokszor megterhelő lehet nekik, de itt például egy fecskeház programmal, egy fecskeházban megpályázott lakással el tudnak itt indulni az életben. Tehát hogy ez is egy ilyen program, és ezt is tovább kell fejleszteni, és ugyanúgy támogatni kell az ilyen építkezéseket is. Tehát egy ilyen komplex rendszer kell akár így a bérlakásépítésben is szemmel tartani. Jó, és akkor nyargaljunk picit tovább a zöld kérdésre, ami szintén egy rendszer szintű kérdéskör, ami városfejlesztés is érint, a területeket is érinti, energetikai kérdéseket is érint, és most sajnos mióta kirobbant az orosz-ukrán háború, azóta egy stratégiai kérdésé is vált a közbeszédben. Nyilván, ha valahol, akkor itt aztán tényleg az állami szerepfelfogásnak óriási a jelentősége, hiszen az, hogy mondjuk nőjön a megújulók részaránya az energia mixben, az ahhoz egyszerűen muszáj állami stratégiai döntéseket hozni és a megfelelő forrásokat biztosítani. Az, hogy mihez kezdünk Paks 2-vel, az is nyilvánvalóan egy kormányzati szintű döntés. Az, hogy támogassuk végre a szélenergia termelést, az is egy állami szintű döntés. De az önkormányzatok is nagyon sok mindent tudnak tenni. Nekünk is nagyon sok programunk van, ami hál' Istennek népszerű is, de már tudom, nem veszem el a kenyeredet, mesélsz erről egy picit nekünk. Igen, itt a bérlakásépítés, vagy a bérlakásokról, panelházakról való egy kicsit folytatva, egy nagyon fontos energiahatékonyság és annak a felújítási
pályázatok általi támogatása. Tehát a PALÁK programot egyébként újból be kell vezetni, és itt támogatni kell a felújításokat. Mi megpróbáljuk a lehetőségeinkhez képest támogatni ezeket a felújításokat. Most is volt kiírva társasház felújítási pályázatunk, több mint 120 társasházat tudtunk támogatni. Persze itt nem 100 milliós nagyságrendről kell beszélni, hanem a lehetőségeinket próbáljuk maximálisan kihasználni. Idén 78 millió forintot, vagy hát az tavaly 2021-ben kiírt pályázaton 78 millió forintot tudtunk kiírni, de idén is lesz ilyen pályázatunk. Tehát hogy ebből a szempontból lehetőségeinket kihasználva mi is támogatjuk a felújításokat. De egyébként olyan apró szemléletformálást is támogatunk, vagy egyébként folytatjuk azokat a programokat, mint a komposztáló keret kiosztása. Most már elindult egyébként a közösségi komposztálás is, tehát közterületeken is azok a társasházi közösségek összeállnak, és a komposztálást magukban naponta beosztva, naposként nevezve magukat forgatják egyébként a komposztot, és figyelnek arra, hogy olyan kerüljön bele, ami a komposztba való, és a többit pedig kiválogatják. Tehát a szemléletformálás is elindul, de ugyanígy az óvodáinkban, tehát minden óvodánk zöld óvoda, és innentől kezdve haladunk, hogy örökös zöld óvoda legyen egyre több óvodánk, és elérjünk a maximumot, ami azt jelenti, hogy a környezeti nevelés programunk egy igen aktív, az óvodapedagógusok által igen aktív programot dolgoztunk ki. De azt is el lehet képzelni, hogy a bölcsödés gyermekek ilyen kis papucsokba, kis cipőkbe termelnek, vagy hát öntöznek virágokat, termelnek is magukat, kimennek a kis kertükbe, paradicsomot ültetnek, és ott megtermelt saját paradicsomokat megeszik uzsonnára. Tehát hogy már ők is átérzik, hogy milyen az a saját napérlelte paradicsom. Vagy pedig a madáretetőket. Mi most támogatjuk, hogy madáretetőkre is lehet pályázni, de az óvodákban is már vannak madáretetők, és ők ezt ott látják magát a természetet, hogy például milyen az, amikor ott van közelünkben egy madár. Ilyen a közösségi kerteink. Vannak közösségi kerteink, most 5, és a 6-at egyébként Gazdagréte tervezzük, épp azért, hogy akinek nincs saját kertje, nem tud bérelni kertet, egy ilyen közösségi kertben kis ágyást, ilyen magas ágyást kap, és ő ugyanúgy termelhet, itt például az óvodások, a saját paradicsomot, vagy paprikát, vagy uborkát, ki mit szeretne. Tehát ebből is magunkhoz közelebb érezzük egyébként az egészet. Viszont az is fontos, hogy a szelektív hulladékgyűjtést is segítsük. Itt az óvodában is már minden óvodánkban szelektíven gyűjtjük a hulladékot. És sokszor hallom azt vissza, hogy hazamennek a gyermekek, és otthon is mondják, hogy anya, de mi miért nem úgy gyűjtjük otthon is már külön-külön, mint ahogy az óvodában megtanultuk. Tehát a gyereken keresztül lehet a szülőket is szemléletformálni. És ez szerintem nagyon fontos, mert teljesen pici korban elkezdjük ezt a folyamatot, és átadjuk egyre tovább és tovább. De például beszélhetnénk arról, hogy a 60 plusz programunkban mennyire fontos az, hogy a közösségben lévők, tehát közösségi életet élők a túrákon részt tudjanak venni, a Sashegyen akár szemétszedéssel egybekötve, vagy csak simán túrázva bejárják a kerületet, megismerjék a kerületet, és vigyázzanak arra, és közben azt is tudjuk, hogy közben meg mondják nekünk, hogy igen, de mások meg eldobálják a szemetet. Mi vigyázunk rá, összeszedjük, magunkkal visszük a palackot, hogy otthon ki tudjuk dobni, míg más meg nem érdekli, hanem fogja és eldobja az utcán. Tehát, hogy igazából közösen tudunk tenni a környezetünk szépségéért és egészségéért, mert mi aztán naponta járhatnánk egyébként körbe-körbe 100 milliárdokat költve a takarításra, hogyha egyébként a 150 ezer ember meg nem figyel arra. Tehát iszonyat mennyiségű pénzt költünk már így is el, aki a város üzemeltetésért felelős, pontosan tudja, hogy mennyi az illegális eldobott hulladékok, de egyébként ezt közösen tudjuk megtenni, hogy közösen vigyázzunk a környezetünkre. Szerintem ami itt a legfontosabb üzenet az óvodaiak számára, az, amit az elején említettél, hogy az energetikai korszerűsítését, a szigetelését azoknak a panelházaknak, ahol még ez nem történt meg, és azoknak a régi építésű polgári társasházaknak, ahol ez nem történt meg, azokat hajlítanul be kell fejezni, és
És ugye erről is rengeteg újságcikk szólt, hogy ilyen támogatásokat gyakorlatilag egyáltalán nem hívott le az Orbán kormány az elmúlt időszakban, és ez egy nagyon komoly vállalása a közös ellenzéknek, hogy 100 ezer lakást fog évente energetikai korszerűsítésben támogatni. Én azt gondolom, hogy egy zöld Magyarországhoz talán ez az a lépés, ami leginkább hozzájárul. De menjünk tovább, és most Ricsihez fordulok, egy picit látszólag picit könnyedebb témához. Nézzük szépen. Szia, Ricsi. Ricsi kultúráért felel, és a testvérvárosi kapcsolatainkat is ápolja, és ezért a külpolitikai dimenziójáról is kérdezni fogom a programnak. Viszont először röviden a kultúrára kérdeznek, hogy hogyan lesz a kultúra mindannyiunké, mert szerintem baromi fontos, hogy az mindenki legyen. Anyagi háttértől, földrajzi, lakóhelytől, mindentől függetlenül. És szerintem ez ma nem valósul meg Magyarországon. Én is üdvözlök mindenkit, sok szeretettel, jó estét, sziasztok, akivel tegeződünk, és köszönöm a kérdést. Szerintem Újbuda egy remek példa, hogy megmutassuk, hogy milyen az a kultúra, aminek működnie kellene szerte az országban. Egy látszólag nem kulturális példát hadd mondjak először. Képzeljünk el, hogy van egy csúnya utca, vannak benne bérházak, és nincs benne semmi más. Az emberek nap mint nap járnak a munkában, szürkeség van, nincs benne piszok, nem ötlen semmi extra. És képzeljük el, hogy egyszer csak az egyik garázsban valaki azt mondja, hogy mondjuk önkormányzati támogatással egy virágboltot nyit. És elkezd megjelenni ott egy virágbolt, és elkezdenek az emberek a virágboltban menni. Aztán elkezdenek, nem tudom, a virágok, mondjuk a nap végén megmaradt virág, kókadó virágokból koszorúkat vonni és felakasztani a lakásajtókra. Képzeljük el, hogy ezek az emberek elkezdenek egymással beszélgetni, megismerik egymást egy virágkötés közben, és kitalálják, hogy mi lenne, ha nem csak az esti virágkoszorú készítéstel kezdenénk valamit, hanem mondjuk tavasszal csinálnánk valami kis fesztivált, valami kis rendezvényt, ahova elhívnánk valami kedvenc zenekarunkat, amit mindannyian szeretünk. Ezt csak azért mesélem el, mert ez a valódi kultúra. Persze az is kultúra, hogyha megtehetjük, hogy elutazunk és megnézzünk egy kiállítást, megnézzünk valami műalkotást, egy koncertet, ez mind a kultúra része, nagyon fontos. De az életünkre elsősorban az hat, hogy hogyan beszélünk egymással, hogy milyenek a közösségeink, hogy mit gondolunk magunkról, a viszonyainkról, a világról, és hogy milyen stílusban beszélünk egymásról, Ez nagyon fontos. És itt Újbudán az egyik legfontosabb kulturális és politikai feladatunk volt az elmúlt 2,5 évben a kis közösségeknek a támogatása, sokszor a kultúrán keresztül. Mondok egy példát, például a Ménesi út lakói megszerveztek tavaly önkormányzati támogatással egy utcaközösségi fesztivált. Fantasztikus volt, le volt zárva, be lehetett menni az udvarokba, az emberek beszélgettek, és hadd tegyem hozzá, egy nagyon aktív Facebook csoportjuk van, és folyamatosan szállítják nekünk a munkát. De mondják, ez nem jó, ezt csináljuk meg, miért, mi van a kukákkal, mikor lesz a parkolás. Rendben, akkor kiderül, hogy mégse értenek egyet a parkolással, és ez nagyon jó. Nekünk politikusoknak az a jó, ha az emberek közösen fellépnek, szeretnének valamit, mert azt tudjuk megoldani, ez egyik. A másik pedig, amit még én kerületi szinten akartam mondani, aztán mondjuk egy mondatot országosan is, az az, hogy például az Európai Unió támogatja, és talán erről már hallottak önök is, hogy Újbuda hatalmas Európai Uniós pályázaton nyert, pont a jó adottságai miatt, támogatja azt, hogy a kultúrán, a közös kreativitáson, a közös inspiráción keresztül a közösségeink megerősödjenek. Na és ez a szemlélet az, ami tökéletesen hiányzik az Orbán kormányból. Mert mi történik? Az történik, hogy Vigyázz ki Attilát beültetik a Színház és Filmművészeti Egyetem alapítvány, kiszervezett alapítványának az élére, miután beleültették a Nemzeti Színházba, ami egyébként félházzal megy minden este, és nem van zárva a nézőtér, ezt csak úgy halkan megjegyzem, beleültették Kaposvár Egyetem élére, majd utána szétbombázta az egyébként 100, nem tudom, 20 éves Színház és Filmművészeti Egyetemet, de ez a Orbán kormánynak a kultúrpolitikája, pártkatonákat beültetni, elhallgattatni az ellenkező véleményűeket, aki lojális az marad, ha teljesen független attól, hogy mit csinál. És ez mérgező, ez elpusztítja a közösségeinket, tehát a kérdésedre a válaszom az, hogy nem, az országon is úgy kell csinálni, mint Újbudán, a közösségeket, a helyi közösségeket, a kapcsolatokat kell táplálnunk, és a kultúra ez egy remek eszköz. Megfordítanám a nyílnak az irányát, és most szerintem az országosból haladjunk okay. Visszafele a külpolitika esetén, igen, a kerületi vagy az újbudai szintre.
Aztán mind a hat ellenzéki párt egységesen harsogja évek óta, hogy a nyugat felé kell fordulnunk. Elég volt a keleti diktátorokkal való bizniszelésből, ennek következményei lesznek. Sajnos úgy tűnik, hogy itt vannak a következmények. Igen. Nekem most az lenne a kérdésem hozzád, hogy mit fogunk mi abból érzékelni itt Újbudán, hogyha az új kormány elkezd a nyugati szövetségeseihez fordulni, és a nyugati szövetségeseivel végre szorosabb kapcsolatot ápolni. Azokról beszélgetünk, hogy a politikát követik, vagy azok, akik nem követik aktívan a politikát. Akik nem követik. Akik nem követik aktívan a politikát. Hát azt ők is fogják érzékelni, hogy a háborús retorika, tehát ez folyamatosan nyergelünk, lóra harcolunk, megvédjük a csatát Brüsszelben, ez teljes hülyeség egyébként politikára, ilyen nem lesz, ezt fogják érzékelni. De azért azt hadd mondjam el, hogy például a Buda főpolgármesteri kabinet, nek is a hathatós lobbija volt az, sok más várossal közösen, hogy a következő Európai Uniós költségvetési évben az uniós költségvetési politikákból sokkal nagyobb arányban pályázhatnak majd a városok. Ez egy hatalmas eredmény, azért, mert a korrupt nemzeti kormányok, így ugye már azok, amik korruptak persze, és a miénk ilyen jelenleg, nem nyújhatják le a pénzt. Na most szerencsére a következő kormányunk nem lesz korrupt, tehát ez azért egy nagyon szerencsés helyzet lesz, hogy pályázhatunk majd közvetlenül is, és egyébként a nemzeti forrásokat sem nyújják le, tehát meg fognak valósulni projektek. És ugye itt is egy példát mondjak. Európai Unió csinál olyan programot például, hogy egy város, Újbuda, mondja el, hogy mik a problémái. Beáll a parkoló, nem találjuk a parkolási helyeket, nyugdíjasok nem tudnak elmenni a gyógyszerért, a rosszul ürítjük a kukáinkat, nem tudjuk megoldani. Mondjuk ilyen problémákat, az Unió összeköt minket Európa szerte innovatív kis- és középvállalkozó cégekkel, hogy dolgozzunk ki rá megoldást, és a legjobb megoldásokat még meg is finanszírozza. Ez például egy olyan program, amiben egy város részt tud venni közvetlenül, de képzeljék azt el, csak egy pillanatra, hogy milyen lenne, hogyha azok a pénzek, amelyek most Mészáros Lőrinc, vagy éppen Orbán Viktor vejének a zsebébe landoltak, azok nem oda landolnak, nem a 60 pusztai birtokra landolnak, hanem ilyen fejlesztésekre. Hol tarthatna ez az ország valójában? És azért mondom a negatív részét is, arra fel kell készülni, hogy ez nem lesz könnyű, ez most nem, ez nem az Orbán kormányról szól, hanem inkább arról, hogy milyen kemény munkát kell majd neked is folytatnod, és mindenkinek az új kormányban, mert az a helyzet, hogy amit most látunk, ez át fogja formálni a világot. Nagyon régóta beszélünk arról, hogy az Európai Uniónak fel kéne lépnie nagy szereplőként a nemzetközi politikában. Ugye a bizonyára önök követik a nemzetközi politikát, és tudják, hogy az Egyesült Államok és Kínának ez a nagy birkózása az, ami meghatározza a nemzetközi politikát, és mi európaiak ott állunk, hogy hát így nem erősek vagyunk, de valamiért mégse sikerül hallatni a hangunkat. Na, ez a helyzet megteremtette az európai egységet, és biztos, hogy innentől kezdve egy sokkal erősebb együttműködést kell csinálni. Mondok egy példát, és aztán vissza is adom talán a szót. Talán hallották ezt a hírt, hogy 5000 katonát szeretné egy ilyen kontingenst felállítani az Európai Unió. Ez nem azért érdekes, mert 5000 katona sok-e vagy kevés. Nem ilyen szempontból, hanem azért, mert ezt az 5000 katonát akkor valakinek menedzselnie kell, valakinek felügyelnie kell, ez költségvetés kell, meg el kell dőlnie, hogy őket hol lehet bevetni. Intézményeket kell rá kialakítani, közös külpolitika alá kell rendelni, és ez pont azt jelenti, hogy az olyan fajta bomlasztó politika, mint amit Orbán Viktor és kormánya képviselt, na ennek nincs most már helye. Az egységes Európának van az ideje, mégpedig azért, mert Magyarország is az egységes Európának a része, és csak Európán belül lehet sikeres, tehát ezt fogják szerintem érzékelni, hogy egyfelől az együttműködés erősebb, ez a harci retorika kivész a magyar politikából, a megoldáskereső szöveg, a megoldáskereső szólamok lesznek azok, amik megjelennek most jó értelemben mondva, és az, hogy végre lesznek forrásaink, és azokat nem kell majd elzárni, mert nem lopja el a kormányzat. Nem lopja el, és nem szelektíven adja el az ellenzék és kormányzati önkormányzatot. Ez egy nagyon fontos szemben, igen. Köszönöm, Ricsi. Most Kincs Györgyhöz fordulnék, mert azon még egy mikor pont, hogy könnyebb lesz. Igen. Te a városüzemeltetésért felelsz, ami egy kevésbé hálás témakör az önkormányzaton belül,
És ezt azért is mondom, mert amikor mi 2019-ben a legelső ajtón bekopogtattunk a kampányban a Balázzsal, aki ott áll hátul, akkor az első ajtó, ami kinyílt, ott találkoztunk egy fiatal családanyával, aki azt mondta, hogy ő mindennel baromi elégedett, csak kevés a parkolóhely. Mit tudsz erről mondani? Én egy picit nehezebb helyzetben vagyok, mint az alpolgármester kollégáim, mert hogyha országgyűlési választási kampányban beszélgetünk, akkor az kevésbé fajsú, nem az kevésbé izgalmas vagy országos téma, akár a parkolás, akár a köztisztaság, akár a szemetesek vagy a parkok állapota. Szerintem olyan szempontból lehet ez érdekes vagy fontos, hogy mindannyian önkormányzati politikusok vagyunk, Kálmán leszámítva. Szerintem ennek a választásnak az egyik tétje az, hogy ha nagy szavakat akarok használni, vagy használni, akkor föl kéne szabadítani az önkormányzatokat. Tehát, hogy az önkormányzatokat a lehető kormány partnernek tekintse. Tehát ne a pártszimpátia alapján, meg ne az alapján döntsön a kormány, hogy melyik önkormányzatnak a pénzt melyiktől veszel. Én azt gondolom, hogy olyan kormány alapként, vagy olyan országban lenne jó élni, ahol, hogyha megalakul egy leendő Márki-Zay kormány például, akkor mint a 22. kerületieket sem fogják azért büntetni, mert nehogy Isten ott fideszes polgármestert választottak 22 vagy 18-ban, vagy a 12. kerületi lakókat sem fogják ezért választani, majd 24-ben persze lehet ezt a hibát korrigálni, és fogjuk is korrigálni. De a 22. kerületi embereket, vagy 12-eket nem lehet büntetni, ahogy most büntetik a 11. kerületi embereket azért, mert ellenzéki városvezetést választottak. Ezzel persze nem kibújni akartam a kérdés alól, csak azt akarom mondani, hogy ez ahhoz, hogy egy normálisan működő, vagy normálisan üzemelő város legyen, vagy városkerület legyen, ahhoz szerintem források kellenek, és az elmúlt években ez a kormány mindent megtett azért, hogy ezeket a forrásokat az önkormányzatoktól elvegye. Tehát a vírus kezelés, vagy a vírus kapcsán az első, vagy az egyik első intézkedésük az volt, hogy megtiltottak mindent, hogy az önkormányzatok akár bármilyen kiadás, hogy adót emeljenek, vagy bevételt növeljenek, elvettek tőlünk rengeteg forrást, miközben mondjuk az önkormány vagy az állami cégeknek meg természetesen engedték. Tehát nekik lehetett a MÁV-nak emelni, a postának háromszorosára emelni a levéldíjat, meg ezer ilyen példát lehet mondani. Az önkormányzatokat gyakorlatilag megfojtották, vagy megpróbáltak megfojtani, főleg az ellenzéki vezetési önkormányzatokat, a Pogoni Zoltánnak, meg a debreceni önkormányzatoknak adtak. Tehát szerintem az egyes számú tétel, hogy ez a legyen egy olyan kormány, aki partnernek tekint, kormány az országnak, aki partnernek tekinti az önkormányzatokat, és akkor normálisan fogjuk tudni üzemeltetni, megfejleszteni a városokat. Na, a parkolás kapcsán erről sem szeretnék kibújni természetesen. Pont az Anda körzetét érinti a parkolás leginkább. Tehát értem szerint, miközben persze a lakótelepeken is van parkolási probléma, Gazdagréten, vagy Örmezőn, vagy a külső albertfalvi részeken, Görög András sokszor szokott engem ezzel keresni, de elsősorban a belvárosi, lágymányosi, Szent Imre városi részen, illetve most már megjelent, ugye megjött a metró a kerületben, szerintem az egy nagyon fontos, nagyon jó fejlesztés, de vonzott oda plusz parkolás, plusz forgalmat, plusz problémát idézőjelbe, úgyhogy ott is be kell vezetni. És ennek a kormánynak szinte az egyik első intézkedése az volt, hogy megtiltotta, hogy az önkormányzatok ebben a parkolás tekintetében változásokat vagy bővüléseket vezessenek be. Nem az egyetlen, módja a parkolási problémák megoldásának, a parkolási övezet, vagy fizetős övezetnek a bővítése, de szerintem az egyik legfontosabb lépése lehetne, és ez gyakorlatilag 2020-ban ezt nekünk megtiltották. És amire egyébként, bocs, hogy felbeszakítanak, naponta érkeznek hozzánk e-mailek a lakosoktól, Szent Imre városból, szerte a kerületből, hogy bővítsük már a körzeteket, a parkolási díjas zónákat, a fizetős zónákat, nem tudjuk megtenni, még idén sem. Már tavaly be akartuk ezt vezetni, de a kormány megtiltotta azt, hogy bármiféle díjat emeljenek az önkormányzatok, és ez még az idei évre is érvényes. És ráadásul, hogyha mi bővíteni szeretnénk, és most már elvileg idén meg fogjuk tudni csinálni ezt, hogy Szent Imre város, a Gellért-hegy része, a Gellért-hegyen, tehát ez a folyamatosan tudjuk bővíteni, ez az ott lakók érdekében van. Tehát akik ott laknak, azok továbbra is ingyen fognak tudni parkolni, viszont a külső részekről, vagy az agglomerációkról nem fognak bejönni, mondjuk a Móricz-Zsigmond körtér, vagy a Szent Imre városi területekre, és ott adják az autójukat, és tovább mennek a 61-es villamossal a belvárosba dolgozni, hanem kénytelenek lesznek ők is átszállni a tömegközlekedésre, vagy egyéb alternatív módon közlekedni. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon fontos, és még egyszer mondom, arról szólt az egész kormányzati politika az elmúlt
két évben az önkormányzatokat teljesen ellehetetlenítették, tehát gyakorlatilag semmit nem tudtunk ezen a területen csinálni. Miközben 19-ben az egyik fő vállalásunk az volt, hogy ez a parkolást megpróbáljuk rendbe rakni, rendbe fogjuk rakni a ciklus végére, vagy legalábbis fogunk eredményeket ebben elérni, és jelentős területen szerintem lesz újra, lesz bővülés a fizetős parkolás zónában, ez az ott lakók érdekében. Tehát nagyon sokan mondják azt, hogy parkolási maffia, nem tud parkolási maffia lenni a 11. kerületben, mert hogy a teljes egészében 100%-os önkormányzati cég végzi ezt a munkát. Az első fillértől az utolsó fillérig az önkormányzat bevétele a parkolási, amit bedobnak, meg a egyéb bevételek. Igen, és szerintem ami még itt egy nagyon fontos téma, és ami viszont abszolút országos jelentőségű, az a közösségi közlekedésnek az olyan módú fejlesztése, hogy az valódi alternatívát jelentsen az autóhasználat mellett. Tehát, hogy ne jelentsen óriási áldozatot kényelemben, időben az, hogy valaki az autóját le tudja tenni. Különösen azok esetében lenne ez fontos, hogy az agglomerációból érkeznek meg, és akkor itt visszacsatolnék a 4-es metró kérdésére, hogy ez mennyire fontos lenne, hogy ezt meghosszabbítsuk az eredeti terveknek megfelelően legalább Budaörsig, de akár tovább Érdig is. Erről beszéltünk a múlt pénteki Érdi fórumon, mert hogy most az ingázóknak gyakorlatilag nincsen más lehetősége, mint legalább Kelenföldig bejönni, és reggelente ott már, nem tudom, reggel itt volt tele van az a B-buszet parkoló gyakorlatilag, és ehhez viszont forrásokat kell biztosítani, és ehhez viszont hangsúlyt kell arra fektetni, hogy igenis a közösségi közlekedés legyen egy jó alternatíva mindenki számára. Az is az annak körzetéhez tartozik, ott a Kelenföldi pályaudvar és környéke, ahol például ez a B-buszet parkoló. Most annak körzete alatt a Gyuri a Budapest 2-es számú választó körzete. Anna leendő körzete, de én elkívül jó. Az Anna leendő, akkor nekiabáljuk el előre, az Anna leendő önkormány vagy országgyűlési körzetéhez tartozik. A Kelenföldi pályaudvar és környéke, valóban ott például van egy B-buszet parkoló, ami indokolatlanul egyszintes, most ez ilyen rosszul hangzik, indokolatlanul egyszintes. Tehát oda minimum egy 2-3 szintes B-buszet parkolót kellene építeni, mert ott az nagyon adja magát, ott lefoglalkozik, több kétszeresen, háromszorosra tudna ott leparkolni, és tudna tovább menni a metróval, meg a vonattal, meg ott 1000 közlekedési eszköz van. Pont ezt, hogy az alternatív közlekedési módok, a vonat, meg ezek, tehát hogy bele se jönni az agglomerációból, ez nekünk létkérdés. Tehát a 11. kerületen gyakorlatilag átjön, most nem tudom a pontos számot, de több 10 000 autó, aki csak átmegy rajtunk, és bemegy a belvárosba, bemegy az egyéb kerületekre, és ez gyakorlatilag megfullasztja az ott lakókat, és elképesztő problémákat okoz. De ez nem kerületi, tehát a kerület ezt önmagában egyedül nem tudja megoldani, ez a kerület, a főváros, az állam és az Európai Unió, ami ezzel a 4-essel lehet, és szerintem, hogyha lenne ennek az országnak egy olyan kormánya, aki partnernek tekinti a 11. kerületet, meg partnernek tekinti a főváros függetlenül, hogy hogy hívják, vagy milyen párt színekben indul a vezető, vagy a vezetője, akkor szerintem ebben lényegesen jobb előrelépéseket lehetnek. Köszönöm, és most tovább nyargatok egy másik fontos témára, amit visszakérem, és Endrénhez fordulok, aki amellett, hogy Budapest 18-as számú választó körzetének, azaz Újbuda déli részének és Budafoknak az országgyűlési képviselőjelöltje, oktatáspolitikus is, és szóval az elmúlt hetekben elnézve a pedagógus sztrájkot, az, hogy hogyan álltak ki mellettük a diákok, a gördülő engedett polgári engedetlenséget, azt hiszem, hogy nem kell hangsúlyozni, hogy az oktatás mennyire fontos területe lesz egy új kormánynak. Mik a legfontosabb lépések, amit meg fogunk tenni annak érdekében, hogy jobb legyen, megbecsültebb legyen egy pedagógus oktatás? Az a evidencia, hogy minden azért a fizetésekkel kezdődik. Tehát nem tudom, hogy tudják-e, mennyi volt tavaly évben egy kezdőpedagógus fizetése. 160 000 forint. És nem tudom, hogy tudják-e, hogy mennyi egy újbudai, mondjuk garzon lakásnak a bérleti díja. Hát hasonló nagyságrend. Tehát nyilvánvalóan egy kezdőpedagógusnak, akinek nincs saját ingatlana, nem sok marad ételre, meg nem tudom, színházjegyre, ami pedig azért egy értelmiségi hivatáshoz hozzátartozna, hogy mondjuk kultúrában is tudjon részesedni a pedagógus. Tehát amíg ezt nem tudjuk rendezni, addig nincs miről beszélni. Addig nincsen lehetőség az oktatás megújítására is. Nem véletlenül, hogyha megnézzük a tanárnak most a sztrájk követeléseit, nagyon kevés ponton és nagyon konkrétan. A bérről szólnak és a leterheltségről szólnak, hiszen ez a kettő dolog a legsúlyosabb most a pedagógus társadalom tekintetében, hogy sújtja őket,
És hogyha azt megnézzük, talán azt is tudják azért, hogy Budapesten sokkal többen sztrájkoltak, mint vidéken. És nem tudom, belegondoltak-e már, hogy miért sztrájkoltak többen. Nyilván ott van az evidens válasz, hogy vidéken ott nagyobb az elnyomás, és hogy ott kevésbé mernek kiállni a tanárok. De van egy másik válasz is, hiszen Újbudán sokkal jobban érzik azt, hogy mennyire alacsony a fizetés. Hiszen ha megnézzük azt, hogy milyen állások vannak mondjuk Újbudán, szintén értelmiségi diplomás szakembereknek, amik akár alternatívát jelenthetnek egy pedagógusnak, akkor azt látjuk, hogy sokszorosra a fizetés. Tehát az LCO hatás egyszerűen elképesztő. Meg az ingatlan árak is. És mellette ott van az, hogy mondjuk a megélhetés is sokkal drágább, mint mondjuk Nyírségben egy határmenti kisfaluban, ahol sokkal olcsóbb egy lakásbérleti díja. Tehát valójában Újbudán borzasztó rosszul ér egy pedagógus, és ráadásul sokkal erősebb a pálya elszívó hatás más területekre. Úgyhogy ezt muszáj rendeznünk, és itt az ellenzéknek van egy nagyon konkrét ígérete, 50%-kal emelnénk a pedagógus béreket, és visszaállítanánk azt a garanciát, a minimál bérhez kötést, ami azt megteremti, hogy nem lesznek újra kiszolgáltatva a politikának, hogy 4 évente kicsit emelnek, aztán utána elinflálják, hanem akkor folyamatosan emelkedik, ahogy a minimálbér emelkedik, úgy emelkedik a pedagógusok fizetése. És amúgy ez a legfelháborítóbb számomra a jellegi oktatás politikában, hogy teljesen alá van rendelve a hatalmi érdekeknek. Tehát én megnéztem most itt Anna ellenfelének a Facebook oldalát, és a kedves Simicskó úr éppen laptopokat oszt diákoknak és pedagógusoknak, hogy segítse a digitális oktatást. Most kérdezem én, hol voltak ezek a laptopok, mikor itt volt a koronavírus járvány, és nagyon sok diák nem tudott bekapcsolódni a digitális oktatásba. Hol voltak? Mert hogy a pénz az lett volna rá, de valamiért pont a választások előtti hetekben kerülnek elő ezek a laptopok, akkor adják oda, és akkor készülnek azok a felháborító felvételek, amit mint egy hűbérúri rendszerben, hogy jön a hűbérúr, és odaadja a laptopot, és le kell fotózkodni vele szegény diáknak, vagy pedagógusnak. Hát azt gondolom, hogy ez felháborító, hogy ennyire alá van rendelve politikai hatalomnak, a választási győzelemnek. Az oktatás egy olyan terület, amiben kell egy közmegegyezés pártokon átívelő módon, és távlatokba kell gondolkozni, évtizedekben, nem pedig 4 évben, nem pedig abban, hogy megnyerjük a következő választást. Amíg egy hatalom erre nem képes, erre az alázatra, addig ne fogjon bele az oktatáspolitikába, inkább ne csináljon semmit, mert csak ront, mint ahogy a Fidesz kormány is nagyon sok mindent elhatalmazott. Oké. Beszéljünk a az iskola legfontosabb szereplőiről. Amit ma egy 7-8 vagy akár 14-18 éves gyerek átél a magyar iskolarendszerben, mi dolgozunk itt Újbudán az ifjúsági stratégia megalkotásán, ahol nagyon sok fiatallal beszélgetünk, és szoktunk velük egy olyan játékot játszani, hogy van egy ilyen online felület, egy ilyen szófelhős online felület, ahova be tudják írni az első szót, ami eszükbe jut az iskoláról, hogyha az iskolára gondolnak. És az esetek döntő többségében az jön ki ezeken a csoportfoglalkozáson, hogy a leterheltség, a stressz, a szorongás az, amit a gyerekek, a fiatalok leginkább, leggyakrabban asszociálnak az iskolával. Tudjuk, hogy ezzel sebből vérzik az oktatási rendszer, lexikális tudás, a gyerekek, a pedagógusok leterheltsége, az adminisztráció. Hogyan fogunk ezen túllépni, és hogyan fogunk végre egy korszerű és európai minőségi oktatási rendszert létrehozni, ami aztán egyébként az eredményekben is megmutatkozik. És hiába ez a sok munka, ugye az összes létező nemzetközi mérés szerint alul teljesítenek sajnos a magyar gyerekek mondjuk a régiós versenytársaikhoz képest. Hát igen. Van ez a mondás, hogy a kevesebb néha több, és azért a magyar oktatásra ez nagyon igaz. Tehát mikor elkezdjük verni a diákokat, mint egy versenylovat, hogy tanulj többet, jár külön órákra, és akkor megnézzük, hogy mennyi mondjuk a munkaterhelése egy 10-es középiskolás diáknak, akkor lehet, hogy azt látjuk, hogy 50-60 óra házi feladatírással mindennel együtt. És én azt mondom, hogy a kevesebb néha több, és erre az irányba kellene lépni, hogy az óraterhelés kevesebb legyen, a tananyag kevesebb legyen, hiszen hogyha egy pedagógus azt látja, hogy annyira túlzsúfolt a tanterv, amit neki le kell adnia, hogy egyszerűen nincs lehetősége arra, hogy egy bizonyos tananyagrészt kifejtsen, és mondjuk modern pedagógiai módszerekkel tanítson, és csoportmunkát, vagy kutatómunkát kérem a diákoktól,
egy vitát rendezzen, vagy olyan készséget fejleszten, amikor nagyon nagy szükség van a 21. században, akkor egyszerűen ez lesz, amit Anna mond, hogy a diákoknak ez az alapélménye, hogy az iskola az egy rossz dolog, meg nem kéne így lennie. Tehát én nemrég voltam például, talán hallottak már Csordás Anettről, ő egy nagyon pedagógus, aki a sajátos nevelési igényű diákokkal foglalkozik, és van egy iskolája, úgy hívják, hogy a jövő iskolája. És akkor bementem és beszélgettem ott, együtt tanulnak ott ép és sérült diákok, és beszélgettem a diákokkal, és mondták, hogy ők szeretnek iskolába járni, és hogy ők várják azt, hogy lehet, mikor lehet már menni a következő nap, mert egyszerűen az ő kíváncsiságoknál fogja meg őket az iskola, és nem az van, hogy egy ilyen leterheltség, egy ilyen versenyistáló hangulat alakul ki, hanem egyszerűen ők tudnak fejlődni, hogy azt ők élvezik is egyben. És valahol ide kéne visszatérnünk, mert a tanulás az lehet egy nagyon szép dolog is, lehet egy olyan dolog, hogy valaki fejlődik ezáltal, kibontakozik az értelme, megtalálja azt, hogy mi érdekli őt, mi szeretne lenni, és ebbe az irányba kéne elvinnünk az oktatási rendszert. És ami még nagyon fontos, hogy itt van a nyakunkon a robotizáció nevű jelenség, és mindig ezt a példát szoktam mondani, hogy én középiskolában 7-ben jártam középiskolába Gödöllőre, és hát akkor, amikor én középiskolás voltam, minden pénztárban volt egy pénztáros, ott ült, odaadta a jegyet, hogyha valaki ment, vagy a bérletet, és ma már egyetlen pénztárs szív gyakorlatilag, csak automaták. Ugye a szemünk előtt zajlódik ez a folyamat, amikor az emberi állásokat átváltjuk robotokra, és ott van mondjuk a spárban is, ott van az emberi pénztár, és ott van a robot, az automata. És a szemünk előtt zajlódik ez a folyamat, átalakulnak az állások, megszűnnek bizonyos állások, és hogyha olyan diákokat képzünk, ilyen poroszos rendszerben még mindig, akik nem képesek alkalmazkodni a változásokhoz, akik nem tudják, hogy hogyan kell tanulni, vagy akár nem is értik a szöveget, amit olvasnak, hiszen tudjuk, hogy a magyar diákoknak közül az ötöde nem érti, amit olvas. De most egy ilyen diák, aki nem érti, amit olvas, nem fog tudni megtanulni egy új szakmát, vagy nem fog tudni a saját szakmájába fejlődni, nem fogja tudni a lépést tartani ezzel a folyamattal. Tehát ez egy alapvető fontosságú dolog, hogy ezek a kihívásokkal legyünk figyelemmel, és az oktatást úgy alakítsuk, hogy aztán a diákok élvezzék az iskolát, és aztán sikeres felnőttek legyenek később, és ne csak 5 évig tudják élvezni mondjuk a felnőtt munka gyümölcseit, hanem 20 év múlva is tudják lépést tartani a megváltozott kihívásokkal. Utolsó rövid kérdésem van hozzád, az, hogy ugye az Orbán kormány központosította az oktatást, központosított 1000 másik területet, és látjuk, hogy nem lehet központilag vezérelni úgy egy rendszert, hogy abból rosszabb eredmények jöjjenek ki, mint hogyha van beleszólása a helyi színnek, az iskolák, a kórházak, a szakrendelők működtetésébe. Hogyan fogjuk visszaállítani azt a rendszert, ahol a helyi közösségeknek van ráhatása arra, hogy mi történik egy iskolában? Igen, ez egy óriási nagy probléma, hogy mondjuk itt van például Újbuda, akinek van egy nagyon, nagyon jó vezetése, aki tényleg törődik az oktatással és az intézményekkel, de nem tud mit tenni sok esetben, hiszen az iskolák már nem az önkormányzat fenntartásában. Hiába szeretne mondjuk László Imre polgármester úr tenni az iskolákért, nem nagyon tud, mert nem hagyják, megkötik a kezét. Tehát itt arra van szükség, hogy a helyi közösségek visszanyerik, és a helyi közösség vezetői is visszanyerik a befolyásukat a saját intézményeikre, hiszen ez egy teljesen mesterséges állapot, hogy egy ilyen hentes bárdal kivágták az iskolákat a helyi közösségeknek a szövetéből, és gyakorlatilag mi korábban ezek ilyen közösségi centrumok voltak, és még most is azért azok lennének, hiszen ott találkoznak a szülők, a tanárok, az önkormányzat képviselői, és ez egy természetes folyamat, hogy az iskola az egy közösségi központ. És ezt vissza kell állítani, és az önkormányzatnak a szerepét vissza kell adni, és akkor el tudjuk kerülni azokat a helyzeteket, amit sorra látunk, hogy például egy budafoki általános iskolában egy hónapig nem jó a kazán, és 18 fokra tudják csak felfűteni az iskolát, és nincs meleg víz, nem tudnak zuhanyozni a diákok. És egy hónapig ezt a problémát nem tudják megoldani, mert távol van a döntéshozó, és távol van a döntéseknek az elszenvedője. Tehát ezt muszáj meghaladni, mert hogyha közel hozzuk azt, akinek ráhatása van az iskolától, a döntéshozó, közel van, ott van az emberek között, ott látják a újbudai problémáját mondjuk az újbudai városvezetésben, akkor nem fogják tűrni
azt, hogy még egy hónapig ne legyen egy kazán egy újbudai iskolában működőképes, vagy egy olyan iskolaigazgatót választanak meg, mint ami történt Budafokon, Budai Nagy Antal gimnáziumban, nem tudom, hallottak-e róla, hogy megválasztottak egy fideszes pártkádert, akik nem akart az intézmény nevelőtestületbe, nem akartak a szülők, nem akartak a diák, senki sem akart, egy valaki akart, a fideszes miniszter. Na most, hát ki lehet találni, mi lehet a következménye, 5 év szenvedés, a jelentkező létszámok így mennek a béka segge alá, de hát az oktatás kit érdekel, a lényeg az, hogy neki legyen egy jó állása ennek a pártkádernek. Most egy polgármester nem csinál ilyet, mert akkor következőleg nem válasszák meg. Mert ott van az emberek között, ő nap mint nap szembesül azzal a kritikával, amit ilyen esetben az ő fejére zújítanak. Úgyhogy nagyon fontos, hogy visszaadjuk az önkormányzatnak ezt a befolyást, és tudjanak élni ezzel nagyon fontos jogukkal, hogy beleszólnak az iskoláinak az életébe. Köszönöm szépen, és most Keller Zsolthoz fordulnék, utolsó előtti vendégünként, aki Madárhegy és Gazdagétnek a felső részének a képviselője, és az egyik legaktívabb önkormányzati képviselőnk. Talán te vagy az, aki leginkább érted azt, hogy mit jelent az, hogy a körzetedben élőknek és a kerületben élőknek egyre kevesebb befolyása van arra, hogy mi történik Újbudán, annak a központosításnak a következményeképp, amiről itt sokat beszéltünk, és amiről még sokat többet lenne beszélni, ha mondjuk elővennénk az építés hatóságot, amit szintén ugye átadtak a kormánynak. Azzal fejeztük be az ennélben, hogy miért fontos az, hogy az iskolák esetében nagyobb befolyása legyen. Hát igazából nem az önkormányzatnak, hanem a helyieknek, az általuk megválasztott képviselőkön keresztül az oktatásra. De mit érzékelsz helyben ebből? Ugye ennek a kisgyerekeidnek is vannak, járnak óvodába, iskolába, úgyhogy pontosan látod azt, hogy mit várnának az emberek, akár az oktatási, akár az egészségügyi. Igen, én is üdvözlök mindenkit. Lehet hallani? Lehet. Hát például csak az iskolákra visszatérve, amit ugye már Endre is említett, meg te is említettél, csak a lányom jár iskolába például azt tudom mondani, hogy súlyos tanár problémával küzdünk. Tehát nem találnak most már lassan másfél éve a lányom osztályában például olyan tanárt, aki ülni az osztályt, ugye ketten indultak, el kellett mennie az egyik tanárnőnek, és azóta nem találnak a helyére tanárt. Van persze helyettesítő tanár, de most egy tanárnő tanítja az összes tantárgyat, gyakorlatilag matekot, nyelvtant, mindent, amit ugye most második osztályban tanulnak. És azt gondolom, hogy ahogy előttem említettétek, hogy ez a központosítás, ez egyszerűen katasztrófa, és az, hogy gyakorlatilag nem fizetik meg a tanárokat. Hát miért jön el valaki tanári pályára ma Magyarországon? Miért lenne vonzó a tanári pálya ma Magyarországon? Arrélkül, hogy az iskolát megneveznénk, de hogy volt nálatok egy igazgató választás, ahol ugye a helyi közösség, a szülőközössége azért eléggé azt érzékelte, hogy nagyon kevés, ha egyáltalán bármi beleszólása van abban, hogy ki lesz annak az iskolának a vezetője, ahol a gyerekek járnak. Igen, ez így van. Nem, az nem abban az iskolában volt, az a körzetemben lévő iskolában volt, ugye két iskoláról beszélünk. Igen, volt egy ilyen, ahol úgy szintén a szülői közösség egy másik jelöltet szeretett volna támogatni, és támogatott egy olyan jelöltet, aki akkor már 10 vagy 11. éve ott dolgozott az iskolában, abszolút értette, abszolút megvoltak a tervek arra, hogy az iskola az hogyan legyen felhúzva, több diák iratkozzon be, de hát végül nem itt választották meg, hanem egy másik igazgató lett megválasztva. Köszönöm, ez a kinevezve. Köszönöm is. Én szerintem ebből a példából is látszik az, hogy valódi igény van a helyi közösségekben arra, hogy újra legyen kontrolljuk, legyen befolyásuk arra, hogy mi történik az iskoláinkban. Még egy kérdés erejéig visszatérnék hozzád ahhoz a témához, hogy mit érzékeltek a helyiek abból a rengeteg forrás elvonásból, ami az elmúlt két évben érintette Újbudát. Hát én azt gondolom, hogy nagyon sokat, és ugye többen ülnek itt egyébként a választókörzetemből, tehát ők is, például Schuster András, ugye a civilek részéről napi kapcsolatban vagyunk, és ők pontosan látják azt, hogy például Madárhegyen, ami azt gondolom, hogy jelenleg a kerület egyik legdinamikusabban fejlődő része, viszont ezáltal ugye az egyik legproblémásabb része, mert gyakorlatilag gombom módon nőnek ki az új épületek, amire sajnos nekünk, mint önkormányzatnak nincs ráhatásunk. Mindenki emlékszik arra, hogy gyakorlatilag
4 hónappal, 5 hónappal a választások után ugye elvették az önkormányzatoktól azt a jogot, tehát gyakorlatilag az építési jogot, tehát nincs semmi beleszólásunk, és ők ezt abszolút érzékelik azokat a forrás elvonásokat, amikor olyan kérésekkel jönnek, hogy ezt és ezt kellene megcsinálni, és ugye mi küzdünk azért, meg te is tudod, de az összes alpolgármester, polgármester úr, hogy gyakorlatilag képviselők a nyakatokra járunk, hogy ezt kellene, azt kellene, azt kellene csinálni, de ők is tisztában vannak azzal, hogy sajnos a forrás elvonások miatt igenis korlátozottak a lehetőségeik ezekben az ügyekben. Jó, én az idő rövidsége miatt most átadnám a szót a Kálmánnak, akivel a sport témájáról beszélgetünk utoljára, és aztán röviden összefoglalnám, hogy miről is beszélgetünk, és utána átadnám őket a szót, mert mégis csak azért fontos, hogy kérdezzenek. Kálmán a Dél-Budai MMM-et képviseli, és egyébként rengeteg sportol, és edz is. És nagyon sokat szoktunk beszélgetni vele a sport kérdéséről. Én először azzal fordulnék hozzá, hogy rengeteget hallunk a sport finanszírozásának az átláthatatlanságáról. Miért fontos ez a kérdés egy átlag választó számára? Köszönöm, én is üdvözlök mindenkit. Egy keresztény szerkezet, hogy a polgármester úr azzal kezdte, hogy fontos a sport, és mutatta a törött kezét. Igen, van egy átláthatatlan finanszírozási rendszer, ugye, ami a tavon keresztül egy pár kiváltságos által kiszemelt sportágnak iszonyat mennyiségű pénzt juttat. Ugye ezek itt teljesen áthatatlan bödönbe mennek, tehát hogy mi történik egy-egy ilyen sportegyesületben, akkor látjuk, amikor teniszszövetség elnököt kell választani, vagy az én saját sportágban van a triatlon szövetség elnökét kellett leváltani, vagy váltogatják egymást. Nem transzparens, nem átlátható az, hogy ezek a pénzek hova folynak. Ugye ami kevésbé látszik, nyilván azt tudják újságokban, olvassák, hogy vásárolnak időmérő eszközöket 6 millió forintért, és egyéb drága luxus kalórákat. Ezek az egyesületek nyilván ez csak a jéghegy csúcsa. Ami szerintem ennél is borzasztó vagy romboló, ugye az a teljesítménykényszer, amiben ezek a gyerekek vagy a sportról dolgoznak. Ugye? Csak az olimpiai arany számít nálunk, a mögött igazából nem érdekes semmilyen sportteljesítmény a politika vezetés számára. Ugye ez azt eredményezi, hogy iszonyatos nyomás kényszerben dolgoznak az edzők és a gyerekek, és nagyon-nagyon-nagyon sok gyerek vagy fiatal hullik ki egy ilyen túlteljesítmény kényszer hatására. Én úgy szoktuk fogalmazni, hogy kopásra hajtják szegényeket, tehát hogy tönkrement tízületen, tönkrement... Csapágyasra, igen, köszönöm szépen. Tönkrement izmokkal hagyják el ezt a pályát. Ami szerintem fontos, hogy vannak olyan sportágak, amik valamiért nem látvány sportnak lettek kikiáltva, gyakorlatilag azok semmilyen pénzhez nem jutnak, tehát ebben is ugyanaz érvényes, mint bármi máshol, hogy van 5-6 sportág, amit támogat a kormányzat, de ha valaki falat szeretne mászni, az nem kiemelt látvány sport, nagyon-nagyon elenyésző pénzből vagy forrásból tudnak gazdálkodni. És hogyan fogjuk megszeretetni a gyerekekkel a sportot? Mert hogy jó, én most már nem vagyok annyira fiatal, mint amilyen sokszor itt elmondják, hogy én milyen fiatal vagyok. De hogy az én időmben azért a testnevelés óra az jellemzően arról szólt, hogy hány méter futok a puperteszt alatt, hogy a medicin labdadobásnál hány métert tudok dobni, hogy a nem tudom, helyből távolugrás, tehát hogy nem arról szólt, ja, és mindez rengeteg szorongással és stresszel járt, tehát hogy nem arról szólt a dolog, hogy kedves gyerekek, csináljunk valamit, ami testmozgás és ami örömöt szerez, azért, mert ez fontos, hogy aztán jól tudjatok tanulni, ez fontos, hogy aztán nem tudom, kiegyensúlyozott életetek legyen, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon régi adóssága a Magyarországnak, a magyar oktatásnak. Hogyan lehet erre hathatós és gyors válaszokat adni? Az ellenzék programjában van két fontos elem, hogy képezzük a testneveléssel és edzéssel foglalkozó embereket, illetve a másik fontos elem, hogy a sportegyesületeket engedjük be az iskolába, legyen ez szoros együttműködés.
ugye nem láttad, hogy én azt tapasztalom, mint edző, hogy a gyerekek úgy jönnek az iskolából, hogy hiába van mindenkin okos óra, de hogy azt írja ki a púzusmérő órája, hogy 120-as a púzusa, vagy a maximális púzusának a 72%-a, nem tudják értelmezni. Tehát ha nagyon alap dolgokat kell megtanítani, modern sporttechnikai dolgokat az edzőknek, amit az iskolában is meg lehet tanítani, vagy biológia órán, vagy testnevelés órán. És az embereket megtanítják futni, illetve megmutatnak neki azáltal, hogy beengedik a sportegyesületeket, más sportágakat is, nem csak a medicinlabda dobás, meg a Cooper teszt van a mozgás világában, ha sok más alternatíva, ez a sport szeretét megteremti. Amit én még így lezárásként hozzátennék, hogy a gyerekeknek egy nagyon-nagyon tényleg, amit az Anna is mond, rossz élmény a iskolai testnevelés óra, és én sokszor viszek gyerekeket futni, vagy viszek biciklizni, és hogy ha az ember, ha a gyerek kap egy normális felkészítés, egy oktatást, egyébként ez miről szól, és ebben van szeretet, és hogy hogyan lehet, hogyan kell futni, és hogyan lehet azt élvezni, akkor csodákat lehet velük elérni, és olyan felnőtteket tudunk nevelni, akik szeretnek mozogni, és megtartják ezt az egészséges életmódot nem csak fiatalkorukban, hanem egész felnőttkorukban is. Igen, én kértem a mániámnak most egy kicsit áldozatul esnek számokat fogok mondani. Ugye nagyon sokszor elhangzott itt például a sport vonatkozásában. 2011 a TAO-nak a létrehozása, 2022 átlépi a TAO támogatás, ami ugye adózott pénz. Adó az 1000 milliárd forintot TAO a kiemelt sportágakra. Tessen megkeresni az eredményét ennek az 1000 milliárd forintnak. Várjon, hogy nem fogják megtalálni. És a másik, ami a forrás hiány, és megint két szám. Ugye nekünk a indulásnál 27-29 milliárd forintból kellett gazdálkodni. Ezt lehet mondani, ez egy nagyon tekintélyes összeg. Ha most megkérdezem önöktől, hogy a 11. kerület 152 ezer, ennél több egyébként már a lakosok száma, lényegesen több, 200 ezerhez közeledik, de mondjuk a 152, vagy Székesfehérvárnak a lakossága több, akkor nyilván egyértelmű a válasz, hogy ennek a kerületnek. Most átlépte Fehérvár költségvetése a 100 milliárd forintot. Debrecen 180 milliárd forintról gazdálkodik. Ez jelenti a különbség, és ezt tessenek rögzíteni, amikor arról beszélnek az én kollégáim, meg időnként belekényszerülve én is, hogy bizony-bizony forráshiányosak vagyunk, és nem kapunk, hanem elvesznek tőlünk. Annát a parlamentben. Én szeretném... lezárni ezt a részét a ma estének, és aztán átadni önöknek a szót. Én azt szeretném mondani, hogy nagyon sok vágyról, célról, vízióról beszélgettünk itt ezen a mai estén. És 12 év autoritár, a demokráciát leépítő, gyűlöletkeltő, a végletekig korrupt rendszer után szerintem mindannyiunknak néha nehezére esik elhinni, hogy ezek az álmok, ezek egyébként tényleg lehetségesek. És sokszor szoktunk lenyíteni, hogy persze, mi nem vagyunk, nem tudom, mi nem vagyunk Ausztria, mi Kelet-Európában vagyunk, itt hagyománya van azoknak a problémáknak, amelyekről napestig tudunk beszélni. Azt szeretném mondani, hogy az elmúlt 12 évben gyakorlatilag minden létező mutatóban a régiós versenytársaink mögé sorolódott Magyarország. Vesszük az iskolákat. Erről már beszéltünk az Endrével, de kiemelem még egyszer, hogy gyakorlatilag az összes PISA mutatókban, matematikából, szövegértésből, természettudományból, mindenhol Csehország, Lengyelország, Szlovákia mögött vagyunk, egyes mutatókban már akár Bulgária és Románia teljesítményét is kezdjük sajnos lefele irányban megközelíteni. Az egészségügyhöz visszatérve, a születéskor várható élettartam nálunk a legalacsonyabb a régióban. A megelőzhető halálozások aránya 14%-kal magasabb, mint Szlovákiában, 39%-kal magasabb, mint a cseheknél, 43%-kal, mint a lengyeleknél.
és az EU 28 átlagot 89%-kal haladjuk meg. És ez, hogy megelőzhető halálozási arány, ez egy nagyon ilyen technikai formulának tűnik, de emögött elveszített rokonok, szerettek, barátok állnak, akiket azért veszítünk el, mert nem elég korszerű az egészségügyi rendszerünk, és nem azért, mert ne lenne elkerülhető az ő betegségük, vagy adott esetben a haláluk is. Ugyanez vonatkozik a munkahelyekre. A vásárlóerő paritáson mérve magyar emberek keresik a legkevesebbet a régióban, míg a legfelsőbb egy-két jövedelmi tized is alig-alig közelíti meg a csehek, a lengyelek vagy a szlovákoknak az életszínvonalát. Ugyanez vonatkozik a zöld kérdésre, nálunk a legalacsonyabb a megújulóknak az aránya, és ötödik pontként én csak így őrületként apostrofáltam ezt, szóval, hogy a gyűlöletpropaganda, a korrupció, a demokratikus intézményeknek a lerombolása, a közélet minőségének a végletek így lealjasítása, sajnos ebben is, vagy talán csak ebben vezetünk a régiós versenytársainkhoz képest. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem vágyálmok azok, amikről mi beszélünk, csak az, hogy a mi történelmi, a mi gazdasági, a mi földrajzi adottságainkhoz képest teljesítsünk relatíve jól. Ehhez nem kell, nem tudom, őrületes teljesítmény, ehhez nem kell mindenkinek agysebésznek lenni, ehhez egyszerűen a politikusoknak tisztességesen kell végezniük a dolgukat, és nem minden egyes nap azért tenni, hogy a zsebeiket tömködjék, és másfél milliós órákban menjenek el sajtótájékoztatókat tartani helyettes pultokhoz. Én szeretném azt hinni, hogy ez nem egy olyan nagy kérés, és szeretném azt hinni, hogy egyre többen értik ezt Magyarországon, és ezért április 3-án este nem szomorúságunkban, hanem örömünkben fogjuk a könnyeinket hullatni. Úgyhogy én ajánlom önöknek nagy szeretettel a közös ellenzéki programot, ami elérhető az interneten, és ajánlom az én ilyen kicsit helyiesített, újbudásított programomat is, amiből elérhetőek itt az asztalon is példányok. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, azoknak is, akik online követték ezt a beszélgetést, és akkor ezt a részét az estének lezárnám, és most átadom önöknek a szót, és bárki, akinek van kérdése, azt tegye fel a kezét, és adunk mikrofont, és aztán meg válaszolunk a kérdésre. Valaki tud nekem segíteni a mikrofonnak? Marci, Anna, bárki. Nem tudom, ki volt az első, de adom. Hogy jelent? Nem, a mikrofon nélkül is nem volt. Az így. Hátor nem hallják. Jó, hát egyrészt a kérdés előtt csak egy mondat az itt megjelent, megtisztelt közönségnek, mert ugye Anna is mondta, és sokan mondják az ellenzékből, hogy hát próbáljuk meg átadni az üzenetet. Ha itt egy lehetőség, a lokálpontja után vágatlanul föl lesz egy órán belül. Tehát ha valaki azt szeretné, hogy itt hallott olyan dolgokat, amit jól lenne, a más is hallana, ennyit kell mondani, nézze meg ott a lokálpatriótán, egyetlen perc nem ezből kivágva, tehát egyezetben vissza lehet nézni a műsort. Én azt gondolom, hogy ennek van jövője, és így kell a sajtónak, én nagyon röstelem magam azért, hogy csak én ülök itt. Tehát itt kellett volna ülni, nem egy sajtóorgánumnak, akkor örülök, hogyha még van, itt kell lenni, mert mindenkinek jogában van elmondani a véleményét, az ellenzéknek is, a kormánynak is, vagy bárkinek. Itt ez történik, tehát a lehetőség adott, nyugodtan mondják el, vissza lehet nézni. És akkor a kérdés, hogy én abban hiszek, és ugye már voltál kedves, Anna, sokat beszélgetünk, bemutatni, hogy a civileket, helyi civileket képviselem. Én abban hiszek, hogy az emberek elfáradtak már ebben. Tehát nekünk olyan képviselők kellenek, ugye itt hál' Istennek megdicserted a Keller Zsoltot, így nem ér az a vált, hogy én dicsergetem, de nekünk olyan képviselők kellene, a gazdagrét ellakunk. Szerencsés ember, vagy itt két képviselő gazdagrétről. Szerencsés ember vagyok, mert egy gyönyörű hely. Igazán a polgármester a legszebb kerület Budapesten, sőt országnak is azt mondom, hogy az első számú területe Kelenföld. Hihetetlen természetpusztítás zajlik Kelenföldön, illetve főleg Madárhegyen, de mégis abban hiszek, hogyha valaki hajlandó, mint ahogy Zsolt hajlandó odaállni, nem az eredmény itt a legfontosabb, hanem az akarat. Tehát, hogy a civilek mellé oda tud valaki állni. Tehát mi azt kérjük, a civil szervezetek azt várják, tudjátok, hogy nekünk a zöld, az a szívünk csücske,
Igen, polgármester 52%, csak az a baj, hogy hegyekben. Tehát, hogy ahol meg mi lakunk, ott meg ezek a zöld foltok szó szerint foltokká válnak. Tehát mi azt várjuk tőled, Anna, ha te vejtsz, hogy minden erőddel, és most független attól kényelj a választást, minden erőddel azon legyél, hogy meg kell változtatni azokat a törvényeket, ha törik, ha szakad, ami ezt az erőszakos beépítést ebben a kerületben, meg nem csak ebben a kerületben, ezt az erőszakos beépítést lehetővé teszi. És most én gondolok itt természetesen a kiemelt beruházásokra, kormányzat részéről, ugye, mert most itt van már 8 vagy 9, tehát ez egészen nonsensz, ami itt zajlik. De ettől függetlenül is, ez a kerület nem bír el már többen. Ez a villamos megtelt, ezt lássuk már be. Én megértem, hogy mindenki fel akar szállni erre a Újbuda nevű villamosra, de Újbuda megtelt. És ezt ti is kimondtátok a kampányban, mi ezt várjuk tőled, és azt várjuk a polgármester úrtól, hogy ilyenfajta képviselőket, mint a Zsolt, hogy minél több olyan ember, vagy az Ita, hiszen azért ott megújultak ám játszóterek, és nem kicsit, és gyönyörű lett. Tehát, hogy nekünk ilyen emberek kellenek, mi nem politizálni akarunk, mi élni akarunk. És mi ehhez keresünk társakat, és a civil szervezetek odaállnak, azok mellé állnak, akik ilyen szempontból társak. Úgyhogy sok sikert hozzá! Köszönjük! Én nagyon röviden válaszolnék, hogy maradjon idő, meg tér a többi kérdésre, hogy igen, érzékeljük, hogy ez a legfontosabb témája, ügye a kerületieknek. Felsorolta gyakorlatilag az összes vonatkozását. Tehát igen, kiemelt kormányzati beruházások sora épül Újbudán, ami abszolút nem veszik figyelembe a helyiek igényeit, csak mindig a megfelelő oligarchának a pénzügyi érdekeit, ami engem annyira nem érdekel. Az viszont igen, hogy minél több zöld terület maradjon, hogy minél több zöld felületet fejleszünk, hogy akár Madárhegyen, akár Gazdagréten, akár a Dunaparton biztosítsunk mondjuk hozzáférést a folyóhoz, a zöld területekhez. Ahogy az is érdekel, hogy ha már megépül egy ilyen beruházás, akkor kapcsolódjon hozzá a humán infrastruktúra, egészségügyi infrastruktúra. Ezekről rengeteget beszéltünk 2019 óta, viszont igen, ehhez törvényeket kell módosítani, legfőképpen az építési törvényt, ami iszonyatosan megköti az önkormányzatoknak a kezét, különösen azóta, hogy az építés hatóság is átkerült a kormányhivatalokba. Egyszerűen bármikor kiemelten tudnak nyilvánítani egy területet, ami azt jelenti, hogy felülírják a helyi építési szabályzatot, bármikor azt mondhatják, hogy akkor itt most az épül, amit csak mi akarunk. Ennek a legikesebb példája ugye a Budapart beruházás, amiről beszélt polgármester úr a bevezetőjében, de talán kicsit kevésbé ismert kifejezés a bizonyos rozsdővezeti kijelölés, ami az elmúlt időszakban szintén az egyik kedvenc eszközévé vált a kormánynak. Azt hiszem, hogy a 9. vagy a 10. ilyen területet jelölik ki, ahol amellett, hogy csökkentett áfa mellett lakásokat értékesíteni, mert önmagában egyébként nincs probléma, de szintén megvalósul az, hogy felülírhatják a beruházások az a helyi építési szabályzatot, az önkormányzat által létrehozott építési szabályzatot. Úgyhogy ennek véget kell vetnünk, és ebben mind a hat pár teljes egyetértésben van. Egy mondattal a kiegészítés. Megkérdezte a miniszterelnökség tőlünk tavaly, hogy akarunk-e kijelölni ilyen övezetet Újbudán. Visszaírunk, hogy nem. Erre mit csinál? Sorozatban jelöli ki a miniszterelnökség, Gulyás Gergely miniszter, kancellária miniszter aláírásával. És ez csak az egyik baj, a másik, amit az Anna mondott. Ha kérik, azonnal kiemelt állami beruházássá nyilvánítják, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatnak egy lehetősége van, az, hogy nézi. De semmibe beleszólni nem tud. Tehát ez körülbelül így néz ki. Ez a demokrácia per ma. Ezt kell nyilvánítani. Mit tudné vagyok Gazdagrétről? Azt szeretném kérdezni, hogy amikor építették a Van Budapest épületet, akkor hát egy alkalommal sikerült meglátnom, aztán gyorsan folytattam a Facebookra, lefényképeztem, és gyorsan le is takarták az építési területet. Az épület alján simpár vezet. Lehet-e tudni, hogy az a simpár mit szolgál? Esetleg talán a metró meghosszabbítását, vagy valami érdemes lenne megnézni.
nagyon-nagyon büszke volt arra, hogy országosan elsőként vezette be 96-ban a közös képviselői fórumot. Ez ment és hottó-hottó évekig, és valahogy egy pár éve ez megzakadt. Miután nagyon sok új épület épül, sok új közös képviselettel, sok új jogszabállyal megspékelve, szeretnénk, nagyon sokan szeretnénk ezt a közös képviseleti fórumot újra létrehozni. Nemzetközi pályaudvar, metró, aluljáró, nincs egy darab mellékhelység sem. Négyes metróban mindenhol, nincs. Mindenhol, de nemzetközi pályaudvar is. Na most az egy dolog, hogy ez lehet, hogy a MÁV-é, meg lehet, hogy a fővárosé, meg a, lehet, hogy nem tudom, hogy kié, de ebben szeretnénk, hogyha az önkormányzat és az országgyűlési képviselőhölgy ebben valamiféle segítséget tudnak adni, hogy ez minél előbb megnyíljon. Gyűjtsünk még egy pár kérdést, mert sok van. Én nagyon rövid leszek, tehát azért, hogy másfél hét múlva itt a választás. Politikai harcba vagyunk. Mi mit tudunk csinálni? Hagyjatok dolgokat, joglapokat terjesztünk, útozzunk, micsodát. Tehát itt, akik itt vannak, azokat már felesleges passzírozni, mert már úgyis rátok szavazunk. Tehát nincs két szavazat. Hagyjatok valami akciótervet. Nagyon úgy tűnik, hogy ez egy éles verseny lesz, hál' Istennek. Hogy ezt, miben tudunk segíteni, hogy nyerjük? Ki már azt olvassa, az már borotalnám. Nagyon kell nyerni. Hacskozottam vagyok a Kelet-Fradi Város Központtal kapcsolatban, és úgy általában, hogy hogyan tervezi az önkormányzat majd bevonni a lakosságot a, hát a komolyabb beruházásokkal kapcsolatos döntésben. Ha tervezi. Jó, kezdem a feldobott labdával, amit az úr kérdezett, hogy mit tudnak önök tenni. Egyrészt igen, karoljanak fel bármilyen szórólapot, kiadványt, vegyük fel a kapcsolatot, és hogyha van kedvük, idejük, energiájuk, akkor jöjjenek velünk ki, és vegyenek részt a kampány utolsó napjaiban. Ez folyik egyszerűségű, kint leszünk a lehető legtöbb újbudai köztéren, a piacokon, a Móli Zsigmond köztéren, az Eleven Centernél, Kelenföld, a Kelenföldi pályaudvarnál, és arra buzdítjuk az embereket, beszélgetünk velük, hogy igenis bízzanak a változásban, jöjjenek el, szavazzanak az ellenzékre, és ők is beszéljenek az ismerőseikkel, rokonaikkal, barátaikkal, hogy tegyenek ugyanígy. Nekünk nincsenek fizetett aktivistáink, mi önkéntesekkel dolgozunk, akik lelkesedésből, munka után, iskola előtt, iskola után, szabadidejükben segítik a kampányt, és ezzel tesznek rengeteget a változásért, úgyhogy minden egyes plusz óra, amit ebbe bele tudnak tenni, vagy akár ha valakinek csak van kedve vasárnap délután egy sétát tenni a Gellért hegyen, ahol kicsit nehezebb a szórólapozás, vagy egy családi házas részen, amik jellemzően nehezebb a szórólapozni, mint egy panelben, ahol nagyon hatékonyan tudnak az aktivistáink dolgozni, akkor ez is egy nagyon nagy segítség. Azt egy szórólapot és gyönyörű tavaszi idő van, hogyha bejárják valamit részét a városnak, akkor azzal is nagyon nagy szolgálatot tesznek a kampánynak. Átadom, egy aprósággal egészítem ki azt, hogy én hiszek abban, hogy mindenkinek felelősségére vannak bízva további választók. Tehát, hogy mindenkinek a környezetében vannak olyanok, akiről tudja, hogy nem foglalkozik annyit a politikával, mint ő, nem olvas annyit híreket, esetleg még nem döntött el, hogy elmegy szavazni, és ezeket mindenkinek végig kell gondolnia, szerintem, hogy érdemes, ki a környezetében, és velük kell beszélni, mert azért annak más az, hogyha mondjuk egy idegen lép oda valakihez, és próbálja meggyőzni arról, hogy menjen el szavazni, és szavazzon az ellenzékre, és más, hogyha egy barátja, egy rokona, akiben megbízik, akiről tudja, hogy jót akar neki,
Úgyhogy én erre kérnék mindenkit, hogy ez a legtöbb, amit lehet tenni, hogyha valaki végig gondolja, kik ezek az emberek, akiket el kell tenni, mert maguktól nem biztos, hogy elmennek, igen. És próbál velük beszélgetni. Elnézést, hogy buborékba élünk, én a környezetemet megkértem, 100%-ától fogtam az ír, ez jó arány. Itt passzírozok volt. Tehát az a baj, ez a Facebook is bezárt voltam, meg a barátok is bezárt. Tehát ott is spirálhatok, de akkor sem fog kérdő szavazatot. Akkor csatlakozom hozzánk valamelyik pultunknál, valamelyik szórólapozáskor. Igen, az NBR-t tartozom majd. Akkor az NBR-nek segítsenek mindenképp. Kelenföld Város Központ, amit az úr kérdezett, itt ez egy nagyon fontos kérdés, ugye nagyon nagy vita övezte, és nagyon nagy sajtófigyelem, sőt, még most is ugye kint vannak a fideszes plakátok arról, hogy megvédik Kelenföld Város Központot. Most a politikai részét tegyük egy picit félre, itt a választás után fogunk lakossági fórumokat, nem egyet, hanem többet tartani, lesz offline és online is lehetőség arra, hogy beleszóljanak a környéken élők abban, hogy mit is szeretnének, milyen funkciók valósuljanak meg ezen a területen, mekkora épület legyen itt, nem tudom, üzlet, vagy inkább szeretnének valami mást. Azon is lehet gondolkozni, hogy hogyan lehet esetleg egy kicsit kiterjeszteni a zöld területeket. Látszik, hogy a Bikás Park az egyik legnépszerűbb közpark, de szinte mindig tele van kutyásokkal, kisgyerekesekkel, idősekkel, mindenkivel. Úgyhogy mi azt gondoltuk, hogy pontosan amiatt a politikai csatatér miatt, ami így is lett ebből az ügyből, ezért ezt a választás után szeretnénk lakossági fórumra bocsájtani, illetve van még egy ok, hogy ez egy anyagi kérdés is, és látunk el azt, hogy mi lesz a választás eredménye, és hogy milyen mozgásterünk. És igen, az építési szabályzat pedig, ami erre, amit itt polgármester úr mond mellettem, az pedig felülvizsgálat alatt áll. Ez egy nagyon nagy építési szabályzat egyébként, nagyon sok területet foglal magába, úgyhogy egy hosszú munka, amiről végleges anyag lesz. De hogy ez, ennek az előkészítése már folyamatban van. Pontosan azért, mert egy kritikus rész. Ugye akkor, amikor az a 9-10 emeletes épület most átadásra került a Bikás Zonnál. Ott is arról volt szó, egyébként ugye ez elindult egy normál beruházásként, majd úgy döntöttek, hogy hát ez nem is igazán úgy jó, kiemelt állami beruházássá tették, akik befizettek oda lakásra, visszafizették a pénzt, és gyakorlatilag olyan apartmanokat hoztak létre, ami gyakorlatilag mondhatom azt, hogy luxus. De az ellen senki nem tiltakozott. Senki az ég egyadta a világon, mert azt a Fidesz tette. Viszont a Fidesz, amikor itt erre a területről volt szó, akkor gyakorlatilag megjelent és mindent az ég egyadta a világon a fejtetőre állított. Most, amikor kiderült azt, hogy mi nem járultunk hozzá, akkor azt mondták, hogy sikerült a balliberális városvezetést rávenni arra, hogy fogadják el, amit ők javasolnak. Isten ments, amit ők javasolnak. Tehát én azt mondtam, hogy, és ezt súgtam az Annának, hogy nem csak a civileken csak egyeztetés lesz, hanem megváltoztatjuk az építési szabályzat erre a területre vonatkozó részét. Azt, hogy 16 méter magas épületek ne épülhessenek. Mert jelen pillanatban épülhettek, és a tervek, amiket beadtak erre a területre, ami miatt mi az egészet visszavettük, bizony, ott voltak benne a 9-10 szintes épületek. Tehát erről van szó, egy egyeztetés, ami elindult, folytatódik, és ott normál viszonyokat akarunk teremteni. Egyébként a kérdésem nem csak erre vonatkozott, mert szerintem az ráadó, hogy hát nem tudom, értem, vagy nem tudom, rengeteg ilyen óriás beruházásban kérték volna a helyi lakosság véleményét, múlt ilyen, a többi, akkor egész másként alakult volna, tehát hogy valamifajta bejáratott mechanizmus esetleg lesz. Ugye a Moldorany az egy kormányzati beruházás, tehát abban az önkormányzatnak nem volt beleszólása egyrészt, másrészt 2019 előtti. Nem értem, tehát hogy de... erre az önkormányzatra
értettem ezt a problémát, hanem általánosságban, hogy az történik, hogy van egy közösség, a lakók, és ugye semmi. Hát, hogy nem, nincs visszacsatolási rendszer, sehol sincs az országban, se országos, se kerületi szinten. Esetleg közvéleményt. Egyébként ez igen, ez szerintem egy nagyon fontos ügy, amit felvetsz, és annak a szemléletváltásnak a része, amiről itt többen beszéltünk. És én azt remélem, hogy azért ezt mi nagyon sok ügyben képviseltük, tehát ott volt például a Buda Gardens, ahol rögtön a civilek képviselőivel ültünk le. Ott volt számos másik példa, amelyben a civilek az adott városrészben működő civileknek a képviselőivel egyeztettünk. De hogy ennek most teremtjük meg a hagyományait. Tehát, hogy azért 30 éve 33 éve volt a rendszerváltás, az elmúlt 12 évben a civileknek egyre kevesebb teret engedett a kormány, egyre kevesebb levegőt hagyott nekik, és ráadásul még egy hadjáratot is elindított ellenük, kommunikációs hadjáratot, és szerintem nekünk az is a feladatunk, hogy mind önkormányzati, mind kormányzati szinten kialakítsuk azokat a folyamatokat, amelyek mentén érdemi párbeszéd, érdemi együttműködés ki tud alakulni a civilek és a képviseletek között, legyen az helyi vagy országos szint. És én azt remélem, hogy ha ezen indul, akkor a civil szektor is megerősödik, mert a lakosság azt fogja látni, hogy van érdemi hatása a döntésekre, a folyamatokra, legyen az egy beruházás, legyen az egy, nem tudom, egy iskolai épület felújítása a civileknek. Úgyhogy igen, ez egy nagyon fontos feladatunk. És amikor azt mondjuk, hogy itt nem kormányt, hanem rendszert akarunk váltani, akkor erről is beszélünk. Tehát, hogy egy szemléletváltás, a demokratikus intézmények függetlenségének a visszaállítása, a civil szférának a nem üldözése, hanem támogatása, azok mind részei a céljainknak. Szerintem ezt megbeszél, a Budapest vannak kapcsolatban, biztos, hogy nem a 4-es metróhoz tartoznak azok a sípárok. Arról már hallottunk, hogy szerintem, hogyha azt folytatnánk. Köztéri WC kapcsán ez a MÁV terület, fogunk már ott kopogtatni, hogy legyenek kedvesek. Igen, a 4-es metró az mindannyiunknak egy nagyon fontos elköteleződése. És köztéri WC-ket mi pedig ahova tudtunk, kitettünk játszóterekre, mobil WC-ket, parkokba. Úgyhogy ebben haladtunk előre, de biztos, hogy kell első köztéri csapunk is, és ezekből egyre több kell, mert nagyon sokan igény. Igénye, környezetvédelem, kultúra, stb. Abszolút. Megyünk tovább. Igen. Vinces Andor vagyok, és itt a kerületben a gyerekek ideális. A gyerekek ideális iskolában az, hogy érdekel a kerület, de én ezt nem tartom annyira fontosnak. Sokkal fontosabb lenne az, hogyha valaki országgyűlési képviselő akar lenni, akkor az országügyeit tegye rendbe, vagy próbálja meg rendbe tenni, mert sokkal, de sokkal nagyobb a baj. Szóval azt gondolom, hogy ez az ország óriási lehetőséget kapott azzal, hogy Márki-Szent Péter elvállalta a miniszterelnök jelöltséget. Ő az első ember, nagyjából néhány száz évig, aki azt látom, hogy visszanézzük a történelembe, hogy erkölcsöt akar csinálni az országban. Mert ezt jelenti ez a kis kék akármét a hajtókáján, hogy erkölcsöt szeretne csinálni. És amíg erkölcs nem lesz ebben az országban, semmi más sem lesz. Nem lesz értékrend sem lesz, és nem lesz felelősség sem. És ezek nélkül hiába beszélünk, mert 30 éve beszélünk arról, hogy egészségügyet rendbe kéne tenni, meg rendbe kellene tenni az oktatás, amíg erkölcs értékrend, bocsánat, hölgyeim, nem a segnyalás az első, az értékrendben, és nem lesz felelősség ebben az országban, addig semmi nem lesz. Nem lehet az egészségügyet tenni, amit vagy valami bárulás, addig, amíg ezek a dolgokat megnevedják oda, és ezzel kell foglalkozni, én azt gondolom. Persze a kerület is fontos, hát nyilvánát itt élünk egyáltalán, de amit erkölcs nem lesz, addig sem az egészségügyet, doktorok, például a TPK-t, ugye? Hát az egyik legerkölcstelenebb dolog, valaki nem tudja, a teljesítmény való megkorlát, ami azt jelenti, hogyha a hónap végén lesz valaki beteg, akkor azt nem kezelítjük, mint hogyha a hónap elején lett volna beteg. Szóval, amikor ezt létrehozták, akkor senkinek eszébe nem jutott, hogy nem erkölcsöt kellene csinálni, csak persze az sokkal többe kerül, sokkal fájóbb lesz, de a gyerekeink, meg az unokáink azon fognak élni.
ha erkölcsöt nem tudunk csinálni, akkor marad ez a Fidesz által csúcsra járatott manipulációs társadalmi modell, ami hát aztán majd tisztuk a levételet a dolognak. Kicsit rövid a mikrofon, úgy közelebb kell jöjjön. Én egy általános kérdést teszek föl, és általános választ kérnék. Győzünk, alig győzünk. Aztán mi lesz másnap? A hatalom átadás még nem történik meg, és lesz egy káosz. Az utcára mennek az emberek, mint ahogy március 15-én, és nem biztos, hogy nem találkozunk. Azért mondom, általános választ kérek, gondolkodik-e azon a 106 bátor ember, merem annak nevezni, és a többi itt, azt hiszem minden pártból vannak momentumosok, DK-sok és így tovább, akik vezetők, hogy mi lesz majd április 4-én, a következő egy hónapban, mennyire lesz összhangban 106 ember, és ez a 6 pártból álló koalíció beszédbe, tervbe. Tehát nagyon fontos, amit a kollega úr mondta, hogy Márki-Zay Péter egy személyben nem ér semmit, aki nem vagytok egységben mögötte. Erről kellene valamit megmutatni, mondani lehet, mindenki tudott. Azért mondom, győztünk, megbeszéltük, minden más lesz, de addig, míg el is kerül, mi még vagy győzünk is. Köszönöm szépen. Még egy kérdés. A fő hozzászólás ebbe a témába. Igen, már erről beszélgettünk egyébként veled, amit az úr itt említett. Én még egyet szeretnék előrébb lépni, hogy már túl vagyunk, már május 4-e van és összeült az első országgyűlés, hogy van-e ebben az egyesült erőben szándék arra, hogy első lépésként megszünteti az egészségügyi veszélyhelyzetet, és minden olyan jogszabályt, amit az egészségügyi veszélyhelyzetben saláta törvényként, meg ilyesmiként beadtak, azt egy tolvonással hatálytalanítja. Mert egy pillanat alatt megoldanánk az egyetemek problémáját, a 150 évre bebetonozott tisztviselők problémáját, tehát hogy van-e erre szándék? Mert ha nincs, akkor én most hazamegyek, és elalszom örökre, vagy nem tudom. Tehát, hogy... De hogy mert ha ez nem történik, akkor semminek nincs értelme. Válaszolok, vagy van még kérdésre? Még kettőt tudok hátul egy úr. Na most ezekre válaszolok. Amire tudok. Kezdem az elsőről, az újjére ott hátul, aki a felvetett, hogy mi lesz április 4-én. Én lelkes vagyok a forradalmi hevülettől, ezért hadd mondjam el, hogy április 4-én az ügyvezető miniszterelnök, bármit teszünk, még mindig Orbán Viktor lesz, egy hónapig, tehát hogy egyszerűen ez az átadás folyamata, és van ennek egy nagyon szigorú eljárásrendje, a parlament összehívásának a rendje, és egyébként attól függően más országokban másfél éven bukik meg a kormány, úgyhogy csak itt elszoktunk már tőle sajnos a Fidesz bebetonozása miért. Teljesen, nyilván lesznek emberek az utcán lesznek, akik tüntetni fognak, de a rendőrség működni fog, a hivatalok működni fognak, és a hatalom átadás átvétele reményeink szerint gördülékenyen fog megtörténni, és erre még hadd mondjam azt, hogy erre a felkészülés, a szakmai felkészülés nagyon intenzíven zajlik. Hadd mondjak egy személyes példát, én például benne vagyok a külpolitikai munkacsoportjában az ellenzéknek, a külpolitikai kabinettjében, és majdhogy nem lépésre lebontott terv van arra nézve, hogy a kormányváltás után mit kell csinálnunk intézményi szintén. Milyen emberek lesznek, kik azok, akik a futcálcsapatból kerültek be a külügyminisztériumban, mi van a jogkörökkel, mi van a diplomata delegációkkal, az útlevelekkel, mi van a politikával, kiket kell felhívni, és ez minden szakterületen ugyanígy van. Az ellenzék sohasem állt még olyan közel a kormányzati felkészülőben, a kormányzati készenléthez az elmúlt 12 évben, mint ma. Úgyhogy ebben szeretnék mindenkit megnyugtatni, nagyon intenzív háttérmunka van, aminek a jelentés része nem is látszik, hiszen nem is része a napi szintű kommunikációnak. Az április 4-én van szándék a veszélyhelyzet megszüntetésére, de azért azt hadd mondjam el, hogy ilyen, az fontos látni, hogy egyáltalán
mik a számok, én nem vagyok szakértő ennek a témának, tehát nézzük meg május 4-én, hogy mik a számok. Abban viszont biztos, hogy egyetértünk, hogy az összes olyan kinevezést, alapítványi szervezést, az egyetemek tönkretételét, ezekben egyetértünk, hogy ezt fel kell számolni, viszont az nem biztos, hogy a veszélyhelyzet megszüntetése ezt önmagában megoldja. Ez ennél egy sokkal lassabb, hosszadalmasabb törvényalkotási folyamat lesz. A jó hírem az, hogy erre is készülünk, hiszen ugye a parlament is 24 órában áll az ott lévő embereknek a ideje, és csak korlátozott mennyiségű törvényeket tudnak módosítani, elfogadni, javasolni, de hogy mik legyenek ezek, mik a kritikus pontok, mivel kell kezdeni, mi az, ami még ráér 4 hónap múlva is, ezen már dolgozunk, és van egy terv, a részleteket még egyfelől én sem látom át teljesen, vagy ne is mondjunk el mindent, hogy hadd legyen meglepetés a Fidesznek is, ugye? Hát az egészségügy ugye elhangzott, nagyon egyszerűen tudok rá válaszolni. Van egy 1997-es érvényben lévő egészségügyi törvény. Ez az egészségügyi törvény és ennek egy 98-as népjóléti miniszteri rendelet, ami kifejezetten a járványhelyzetre vonatkozik, vegyük úgy, hogy végrehajtási utasítása az egészségügyi törvénynek. Mindent, és most úgy tessenek venni, szó szerint mindent lehetővé tett volna az ország határoknak a lezárását, karanténok elrendezését, különböző településeket. Abszolút nem volt indokolt az, hogy a katasztrófa törvény adott fejezetét érvénybe léptessék, és nem ez a lényeg. A rendeleti úton történő kormányzás. Mert a rendeletekkel gyakorlatilag a kormány, nem azt mondom, hogy egy töredékét, de lényegesen kevesebb olyan intézkedést alkotott, ami kifejezetten a járvánnyal kapcsolatos. Az összes többi egyébként azt szolgálta, hogy rendeleti úton tudjunk kormányozni magyarul. Én azt mondom, amit én akarok, és nektek meg úgy a kötelességetnek tudomásul venni. Tehát ezt azonnal meg lehet szüntetni. Azonnal. És meg is fogják az egészségügy részéről. Ez egy teljesen egyértelmű és nyitott dolog. De nincs itt mikrofon, de hogy ezt mondom, hogy ezeket a rendeleteket... Ők is ezt mondják. Ezt mondom, hogy ezeket, nem csak az egészségügyi, hanem a rendeleteket kell hatályon kívül helyezni, és majd utána normális törvényeket alkotni a helyükre. Még röviden arra reagálnék, amit itt az úr középpolgármestert, meg még valaki hátrébb, hogy teljesen egyetértek, tehát hogy amíg a tisztesség, a közjóért való munka becsülete, a politika becsülete nincsen helyreállítva, addig teljesen fölösleges arról beszélgetnünk, hogy hogyan fogjuk az egészségügyet, az oktatást, a zöld ügyeket helyreállítani. És éppen ezért is beszélünk következetesen rendszerváltásról, és nem csak kormányváltásról, és éppen ezért van a közös programban rengeteg intézkedés, ami arról szól, hogy hogyan fogjuk visszaszorítani a korrupciót, hogyan fogjuk biztosítani azt, hogy ne ömölhessen az a hazugság tömeg még egyszer az állami tévéből, ami ma sajnos onnan ömlik, és ami megmérgezi a kapcsolataikat, ami azt eredményezi, hogy szombatonként rendszeresen oda jönnek hozzá, és akkor a tűtől le tudnának bennünket köpni, vagy meg tudnának minket verni, csak azért, mert adott esetekben sajnos meg is csinálják, igen. Tehát, hogy csatlakoznunk kell az európai ügyészséghez, biztosítanunk kell azt, hogy még egyszer ne történhessen meg az, hogy egy párt gyakorlatilag a teljes magyar média 80%-át, médiapiac 80%-át dominálja, biztosítani kell a média, az állami médiának a függetlenségét és a szakmaiságát, és ezek az alapkövei annak a rendszernek, amit az ellenzék létre akar hozni, és ez egyik. A másik pedig az, hogy Magyarország következő miniszterelnöke, Márki-Zay Péter, minden magyar embernek a miniszterelnöke lesz. Hiszen ez borzasztó fontos a választás követően, ezt azonnal lefektetni. Nekünk nem a Fideszre szavazó állampolgárokkal van problémánk. Nekünk azokkal a fideszes politikusokkal, kiváltságosokkal van a problémánk, akik az elmúlt 12 év egyébként történelmi léptékű felhatalmazását, ugyanis nem csak kétharmaduk volt, hanem volt egy olyan gazdasági konjunktúra is, amely gyakorlatilag egyik korábbi kormánynak sem adott meg. Ezt a két dolgot arra használták, hogy tönkretegyék ezt az országot.
És ahhoz, hogy itt egy normális, demokratikusan és európai értékek mentén működő országot hozzunk létre, az az első feladatunk, hogy felismerjük, hogy nekünk minden magyar állampolgára, legyen az jobboldali vagy baloldali, Fidesz szavazó vagy nem Fidesz szavazó, dolgunk van, közös ügyeink vannak, közös beszélnivalónk van, és akiket el kell számoltatni az elmúlt évtized bűneiért, azok a fideszes politikusok is oldalán. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon, nem csak az a kérdés, hogy mi lesz április 4-én, hanem ez egy nagyon-nagyon hosszú és fáradtságos folyamat lesz, mire itt visszatérünk a demokratikus normákhoz, de hát erre vállalkoztunk. Másért nem is érdemes ezt csinálni, úgyhogy erre készülünk, és erre készülnek a szakpolitikai csapataink is. Jó, akkor ezt most itt lezárjuk, és a hölgynek a kérdését megválaszoljuk itt személyesen. És aki kíváncsi az idejön, és az még tudja hallgatni. Nagyon köszönjük mindenkinek a részvételét.